open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Hello. Mindenkinek drága hallgatóink, itt vagyunk. Itt vagyunk újra. Képzeljétek, fáj a torkom, és ezt nem tudom, mert hogy ez, ha novemberben fáj, ez oké, de augusztusban mitől fáj az ember torka? A 15 foktól, ami tegnap volt, meg az esőtől, és attól, hogy ezt mindez kettő nap alatt szenvedtünk el, hát, hogy komolyan volt mondom. Még 30 szombaton, aztán buf, így beleállt a földbe. Meg valami allergiás ilyen vizsgálatra el kéne menned, ami így, hogy tényleg így helyre teszi, hogy mi a problémád, mert egyre többször panaszkodsz erre az orr-torokra. Igen, valami nem, valami nem. És hát igen, azt nem akartam behozni, de mert hogy jöjjön, van az a véres ortorok, aranyér, igen. És minden más. Minden más, amit nem mondok. De hát ez szörnyű. Szóval, hogy a torokfájás, az nem allergia a torokfájás, nem? Benne van az, benne, igen? Benne vastagon. Vastagon? Ja, ja. Hát kérdezz csak meg erről a Csabit, aki most még mindig szenved ezzel a dologgal. Tehát évről évre szenved tényleg. Tehát ott kapar, ott még a fül, még a hajhagymák is néha. Tehát valakinél ez olyan komplex, hogy jön elő ez a rohadt allergia, hogy szörnyű, tényleg Isten csapása. Hajhagymák. Még a hajhagymák, nekem még az is viszketett, komolyan mondom. A torkom, az fantomfájásod volt? A fül, így van. Így van. Ha fájt a haja. Fantomfájás az az, amikor már nincs meg valami, de még fáj, tudod. Meg, tehát, hogy szörnyű. De nózikád is úgy tele van. Igen, már kicsit. Tehát nazális is van. Nem, lehet, hogy ez nem valami allergia lesz. Tényleg nem. Tehát, hogy... Nem az? Nincs tele? Nekem az sem volt tele, csak be volt. Várjál, mutasson. Ugye? Egy nagy levegőt most fúj ki az orrodon át. Szóval, hogy úgy érzed, hogy az ornyálkártya meg van duzzadva ilyenkor, és gyakorlatilag semmit nem tudsz kifújni a zsebken. Ha már bocsánat, akitől, ilyenkor mindig van, aki reggelizik, én is most kávézok, tehát azoktól elnézést kérek, de hogy az ornyálkártya megduzzad, de semmiféle anyag nincsen egyébként az orrodban, csak egyszerűen nem kapsz levegőt, és ott olyan nazális hangod lesz, és mindenki fújj meg ki az orrodat, nem tudom kifújni. Lehet ez van? Nincs mit. Igen. Elmegyek az a szakihoz, aki ott téged. Szerintem érdemes, érdemes. Nekem ne jöjjön kalapáccsal ott az orromban. Nem, előbb nézes meg magad. Tehát ne azzal kezd, hogy megműtetted az orrsövényed. Itt vagyok, doktor. Uram, önök egy nagyon ritka végbőlbetegsége van, és emiatt nem kellett volna megműteni az orrát. Illetve így van. A végbőlén keresztül hatolunk az orrába. Ráadásul egy fiatal kollega vizsgálta, és nem sztetoszkópot, hanem kalajdoszkópot. Igen. Na mindegy, úgyhogy hát igen, azt akkor... Allergia vizsgálat, ez szépen végigpöttyöznek, van hátom, van karon. De tudod, akkor ki, hogy allergiás vagy a magfűzre, meg a vörös vargány a szellőre, meg a szomorú cserre, meg a mit tudom én lehetett, te tudod, hát hogy mit csinálja. Hát akkor nem kellett szomorú cserre tenni, tehát valahogy kibírod, nem? Nyírnyár, oké, értem, parlafű rendben van, de hogy olyanok szoktak kijönni, mindenre hogy nem tudsz figyelni. A japán fehér mandulára, ebbe tudod, és akkor old meg, hogy most. Tele van vele a kert. Igen. A kínai barna cseresznyére érted, hát, szóval, hogy így nem áll. Amikor annak idején csináltunk egy ilyen vizsgálatot rajtam, még a Danubiusba, akkor kiderült, hogy gyakorlatilag minden olyan növényre allergiás vagyok, amivel tele vannak a magyar erdők, amiket én szeretem, tehát csak ezért nem fogok lemondani az erdőben járásról, meg a természeti járásról, mert hogy, amikor gyakorlatilag mindenre allergiás vagyok. De amúgy most már hál' Istennek lekopogom, azért ennek nincsenek nagy problémája. Aztán azt lehet egyébként szerintem hasznos, hogy mondjuk megint megkeverted egy tollal, egy golyós tollal a kávédat, tehát hogy... Jó, de most nézd meg, hát figyelj! Ki tudja, hogy te miket iszol. Találtam itt egy tollat, valamivel meg kellett keverni, mert hogy nem nincs kanál. Az élvezet érték, odobom az enyém. És ugye az a jó ezekben a tollakban, ez a klasszikus régi, hogy alul is, felül is ki tud folyni. Igen. Tehát ez a Veritis Lukas, ugye? És alul is, tehát a forró kávé az pont kioldotta. Kérdezés akartam már olapokkal ezelőtt, hogy mi a kávénak a fajta, amit hisz, hogy Blue Curaçao? Blue Curaçao, egy blue tollal tudtam ezt megkeverni, mert annyira elkéstem, mert nem tudtam kanalat hozni. Na mindegy, mi újság, mindenki jól van, minden rendben van. Jól. Átviszeltétek az esőt. Állandóan mindig belefutok éjjelentel, meg a lefekvés előtt mindenféle műsorokban. Most kiadtam egy nagyon jó kevert harcművészeti gálát, azt mondom, UFC 202-t, amin Nate Diaz és Conan McGregor estek egymásnak második alkalommal, és annyira izgalmas volt, hogy ott maradtam, aminek következtében ennyire egykor feküdtem le. Gratulálok. Milyen sokáig, ezek sokáig verik egymást? Hát most 5 meneten keresztül püfölték egymást elég erőteljesen, és ez egy nagyon jó kis meccs volt, úgyhogy nem szerettem volna kihagyni. Persze le lehet tölteni, meg lehet nézni, csak aztán
az nem ugyanaz. Meg tudod, mi van? Elkapod az élet, és akkor ott mondsz, na még egy perc, na még egy perc, szünet, gyorsan elszaladsz, fogad mosni, tehát visszaszaladsz, meg még mi, és akkor mit tudom én? Jó, de jó lenne, hogy az első menetbe kijutni, mert akkor le tudnék feküdni, aludni. A második ma biztos vége. Igen, jó, így van, aztán végül most 5 menet lett. Én késő estig forgattam, úgyhogy nem tudtam semmit nézni. Szolgáltam a hazát. Hát majd néznek na. Téged, ha... Szolgáltam sokáig ráadásul. Így van, hát kell is amúgy. Csak úgy mondom. Kellenek a jó műsorok? Nem, hogy kellenek tőled a műsorok, mert ja. Most jön vissza Gásper Győzik, és ahogy láttam, tehát, hogy valahogy ki kell egyenlíteni. Az egy Győzik-e show lesz, vagy kap valami jó nem műsor? Tudom, nem tudom, mindegy. Kezdenek kiszorítani a tévéből, úgy érzem, hogy kezdenek kiszorítani, úgyhogy most össze megint rendezem kell az erőviszonyokat a tévében. Hát persze. Úgy érzem, kiszorulok most. Így van, jön vissza, Győzik-e, megy el. Bence elmegy. Istenes Bence el Németországba. Németországba, ezt én is hallottam. Elmegy Németországba. Csak egyetlen kívód marad, random Marci személy. Elmegy Németországba a Bence. Nincs már miattad megy el, ugye? Nem, a sztori igaz, kapott egy jó lehetőséget. Tényleg, akikkel együtt dolgozott itt Magyarországon, ők megkérték, hogy menjenek ki Németország még próbafelvételre, az a begyártó cég. És elment, és ügyes volt, és úgy néz ki, hogy kap lehetőséget arra, hogy a német piacon helytálljon. Ami azért egy jóval nagyobb piac, nyilván anyagilag is baromi jól jár, de közben megtartja az itteni munkáját, és akkor ingázni fog. Egyszerre két helyen fog televíziózni. És jól beszél németül? Nagyon jól beszél németül, mert gyerekkorában kint élt Németországban. Hát úgy könnyű. És pakolnak is, és mennek. Tök jó. Aztán van, amikor visszajönnek majd, van, amikor nem jönnek vissza, úgyhogy jó. Igen, de azt mondja, hogy nem adja fel, hogy az itteni életét azt nem adja fel, aha, és hogyha az RTL megtalálja, még melókkal azokat természetesen szívesen elvégzi, de és akkor ott azt mondta, hogyha jól emlékszem, most nem tudom, én néztem végig ezt az anyagot, nyilván érdekelt, hogy... Jó, nem mentegett ezzel. Nem, egyébként tényleg érdekelt, nekem ez nagyon tetszik, hogy kimennek is kint, tehát hogyha valaki mondjuk a médiában kint egy külföldi országban, ráadásul nem Almániában, nem akarom ezzel leszólni, biztos marha jó egyébként az almán kereskedelmi televíziózás. Sok mindent lehet róla hallani, csak nem jut el idáig, és hogy ő kimegy, és akkor azt mondta, hogy ugye fél évig, egy évig ő ott a háttérbe szeretne sertepert élni, hogy a német egy kicsit feljöjjön, vagy visszajöjjön, és akkor aztán újra, akkor aztán berobban majd. Aha. Sok sikert kívánok neki. Az egy lesz egy új Thomas Gottschalk, hát azért az mekkora lenne. Kében, ne jöhetne le? Így van. Nem? Hát bejöhetnek is. Istenes, hogy fordítják németül. Szóval persze, ügyes gyerek, meg hát jól beszél németül, úgyhogy nem mondtam, hogy azért én nem csinálok való világot. Azért arra jöjjön vissza. Ha csak erre megy ki a játék. Mondtam, hogy menjél el, de ne menjél nagyon messzire, azért ne felejts el, hogy honnan mentél, hova mész, azért gyere vissza majd, jó? Ezt Balit megtalálják. Elég volt. 40 évesen már nem akarok ordibálni, hogy Józsi vagy Öcsi. Nézzük, Öcsi vagy Józsi, Öcsi! Ha az lesz a végén, hogy megint való világot fogsz vezetni, akkor őt azért megtalálják, bárhol van is Európában az embereid, aztán hogy ilyen kis keresztlámpás bömösnek a csontot. Ugyanolyan, hogy mit Börniek lesz, hogy saját kommandom van. Tehát, hogy saját hadseregem van, visszahozatom egy kölni apartmanból, egy berlini félszuterénből, bárhova utána megyek, egy hamburgi kislakásban is megtalálom, hogy jöjjön vissza és vezessen való világot. Hát ez tök jó. Az Adél az érdekes ebből az szempontból, mert hogy tehát neki itt van a karrierje. Ugye a Bencének ott is lehet. Tehát a rendes feleség megy vele. Tehát ez nagyon szép. De hát azért ő színházban játszik, ügyes, tehetséges. Jól énekel. Azért azt mondta, hogy körni lakásba üldögélni egész nap. Nem? De hát aztán ki tudja. Hát tényleg, annyira szeretik egymást, hogy ez bevállalja. Ez tök jó, amikor az asszonyka azt mondja, hogy életem, ha mész, megyek én is. Nem? Ez nagyon pozitív. Szóval én drukkolok nekik tényleg. Abszolút. Jó. Hát más világ, mondjuk az illatok is másokat körni. Érted? Igen, abszolút, persze. Hát mert egy csomó tisztítót, ezt megsporolsz, mert ott mindenkinek ölni illata. Annyira kellemes, hogy tényleg más. Teljesen más a dolog, igen. Hol ért a vihar benneteket tegnap? Autópályán. Hát mindenki, tehát hogy homogén eső borította az országot. Figyelj, így kimentem, és így a 100 méteren, ami mondjuk itt az ülős 102-től a Népligeti aluli erőig tartott, így a felénél azt mondta, hogy becsukom az elmét, mert semmi értem. Elképesztő volt. Tehát, hogy így volt. Ennyi. Délelőtt ebédeltem egyet a belvárosban, és láttam, ahogy így fúj a szél, és nagyon fújt. Nem, tök érdekes volt látni, mert így bent ültem egy olyan étteremben, amelyik egy nagy üvegfelülete volt, és kinéztem, és azon gondolkoztam hangosan, hogy vajon ez már a vége.
Aha. Tehát, hogy vajon ez már a végkezdete, aminek a szemtanúi vagyunk, emberek küzdöttek az ernyővel, és tudod, az volt, amikor a híradóban mutatják, hogy tájfun söpört végig valahol, nem tudom, a Karib térségen. Egyszer az András egy palota pincsű. És azt láttad, hogy repül minden, emberek küzdenek, és tudtad, hogy augusztus van 30 foknak kéne lennie, és egy 16 fok szakadó eső, ernyőkkel vívó emberek, és brutál, ilyen viszintesen eső. És gondoltam, hogy mi van itt? Armageddon. Ez már a vég. Remélem, jól megszívja Jani. Remélem, Jani nem jön az 50-es vízhangra. Gondolkoztam azon, hogy igen, hogy azért így a természet is azért így mutogatja az erejét egy picit, de hogy azért ezt ne vegyük annyira normálisnak. Egyáltalán nem normális. Szóval itt valami nagy? Egyáltalán nagy guba az van. Augusztus végi eső, ne parázz. Nem, ez nem olyan volt. Nem olyan volt. Ez konkrétan olyan november elejé, október végi november elejé 10 fok volt, 12 fok, nagyon hideg, nagyon kemény eső, jeges északi széllel. Hát meg milyen mennyiség? Mondom, ez mi? Érdemes megnézni az a képeket, amik kőbányán készültek. Meg felvételeket, tehát, hogy konkrét özönvíz volt. Tehát arról meg aztán ne is beszéljünk, hogy oké, nálunk ez van. Jó, még elviselhető, de mi megy már gyakorlatilag hetek óta az Egyesült Államokban, ahol már azt repesgetik, hogy az amerikai gazdaság is adott esetben beleroppanhat abba, hogy egyrészt a megelőzésben, meg a milliárdos károknak az enyhítésében. Tegnap mentem forgatni, Tárnokon forgattunk, és van egy vasúti átjáró, és a vasúti alatt átjárót úgy megállt a víz, hogy minden autó visszafordult. De bezzeg, Bali? Jött, igen. Bali. Sose féltem még ennyire. Úgyhogy azt láttad, hogy az aluljáróban megáll a víz, és még egy kocsi elindul, beleteszi az órát, de visszatolat, és mind a két irányból mindenki visszatolat. Mondom, mi van akkor, majd baromi nagy gödör, tessék? Na, mi van? Mi van, Nyíko, gondoltam én, majd megyek előre. De amikor elindultam, és belehatoltam a vízbe, rájött, hogy mi van akkor, ha egyébként a víz súlya alatt az ott úgy szépen megrogyott, tudod, befelé, és van egy rohadt nagy kráter, és nem lett, és orral úgy, ahogy van, beleesek. Okosan kikötöttem a biztonságomat, letekertem az ablakot, és elindultam úgy, hogyha beessek, akkor még ki tudjak mászni az ablakon. Igen, és embereknek küldted a sztájítót. Rettenetesen féltem. Figyelj, én nem tudom, a kocsiak lett-e valami baj, azt szerintem félig beázott, olyan vízbe kellett átmenni a vasúti átjáróba. Nagyon büszke voltam, hogy átmentem, és akkor utána már, na, sok igazonnal, na jó, nekik is sikerül. Jöttek át ők is, de azt vizionáltam, hogy orral előre bele fogok esni egy ilyen kráterbe, tudod, és elnyel a föld. Csak így az autónak a fenekét látják, hát meg hogy jövök ki. Nem tudod, mi van benne. Alatt, hanem egy másik autónak a teteje. Igen, azon mentem el. Annyira féltem, de aztán átmentem, és utána azért egy jó érzés volt. Ezek veszélyes. 40 évesen ez is elég, hogy átmész egy aluljáron, ahol sok a víz, és azt gondolod, hogy ma már volt értelme felkelni. Jó, hát volt értelme felkelni. Saját autóval nem biztos, hogy kockáztat. Ez is igaz, sponsor autó. De átmentem, és ez ilyen jó érzéssel töltött el, és mondtam, nem keltem hiába. Tehát már volt értelme. Mutattak egyébként tegnap íradóban egy-két ilyen autócsodát is, ami hát ugye alacsony hasmagassággal megkapta ezt a ízét, ezt a nem tudom hány száz milliliter vagy milliméter esőt, és aztán ott vége is lehet. Hát ezek a technikai totálkár kategóriába csúsznak már be. Úgyhogy... Na itt van, ilyen mentem át, egy buszgáron, érted? Egy buszgáron. Szerintem ez a sztori, nagyjából itt volt. Na. Nem, ez a tévéket, hogy biztos nem vágják be, vagy pedig nem tudták, hogy ő az. És ez a veszélyes egyébként, amikor nincs. Nem írja a csatorna. Aha. Nem tudja elnyelni, igen. Olyan buzgár volt te, hogy ezt komolyan mondom még a... Buzgár? Hát fiatalán még ennyi buzgár az előtt van az ember. Bármelyik éjszakai bárba megirigyelnék olyan buzgár volt. 40 évesen még lehet buzgár volt. Én belementem a buzgárba. Mit szól egy jó kis buzgár volt? Olyan buzgár volt, hogy nagyon nagy buzgár volt. Hogy állunk játékkal? Jól. Egy nulla. Egy nulla megyünk? Igen, igen, egy 2 másodperces győzelem a tegnapi. Az jó. Azt írja Csiga, hogy golyák, fecskék még itt vannak. Itt. Igen, csak nem repülnek ilyen Csiga időben, nem üljék. Igen. A mámfai Csiga. Egy Csiga írt nekünk. Egy Csiga vett egy okostelefont és írt. Egyre jobban, ők is jönnek fölfele. Hihetetlenül fejlődnek ezek a Csigák. Hihetetlen. Már SMS tudnak kérni az SMS falunkra, hogy a golyák és a fecskék még itt vannak. Elképesztő kozmopoliták lettek ők is. Engem az megnyugtat. Jó érzéssel tölt el, hogy még itt vannak. A csigák? A csigák? És hogy a golyák és a fecskék még itt vannak. Na, csak óvatosan, ezek afrikai csigák, azért ne örüljél minden. Ezek az afrikai vércsigák? Persze, meghaja fel, aztán ki akar. Na, Istenem, tök jó, ha ők is elmennek, akkor viszont, akkor kiengesztelhetetlen leszek. Na, akkor tényleg még anyában. Szomorú. Nem? Hát de ott lesz a tél, szánkóztok, úgyis ráérsz. Szánkó? Na. Én nagy ród is vagyok. Ne tetézz. Jújj, vagy. Igen. Bejövök előtte, kirúgok mindenképp, ezt úgy megyek el szánkózni, jó? Úgyhogy... Kirúgsz te, hova? Elmegyek szánkózni. Jó kis ródizás.
Na jó, mutassuk. Viszont nyár lesz egész héten, tehát annak azért egy picit örüljünk, hogy majd gyakorlatilag elmegy ez a rossz idő. Már süt a nap, csak mondom. És egész héten onnantól kezdve gyönyörű szép idő lesz. Reméljük, hogy ez így is marad, mondjuk egész szeptemberben. Mikor a tervezzük a kitelepülést? Elmondom neked, hogy... Engem szarjál a hallgatóknak, mondta. De most jobban van kedvem neked mondani. Na jó. Nem, aztán ezt a hallgatók majd kihallgatják, 30 fok lesz hétvégén. Tök jó. Király. 30 fok lesz hétvégén. De ez most érdekel, vagy megmaradt még a teglapi, hogy nem érdekel az olimpia? Nem, az időjárás mindig. Ne, engem nem be a hétvégét és frissítsek. Igen. Ja, hogy Malagát nézem, várjál meg. Jó, hát ha ott leszel hétvégén. 32-40, ja nem, Sármerseg. Meg be vannak rakva a telefonomba azok a kedvenc helyek, ahol vagy szeretnék elmenni, vagy már voltam. Nekem az összes, nincs? Ami voltam. Ahol voltál? Ahol voltam, igen, azok mind. Tök jó megnézni. Új Kígyós, Velence, Budapest. Tök jó megnézni, hogy milyen idő van, mit tudom, én nem tudom. Mit mond Hurgada? Sármeseket látom. Az is jó. 6 éve nem voltam Sármesekben, nem tudom, miért van beütve. Azt hiszem, egy töröktől vettem a telefont. Ja. És arra jött. Sármeség, az nagyon durva, azt ne nézd meg, mert 40 fok, az szemtelen. De ott náluk úgy áprilisban kitör a 40 fok, és október végéig nem látnak felhőt. Így van, hogy december elején még egy szolid 28-ban tudsz nyaralni. Ez jó volt, amikor a riói képeket, vagy felületeket mondtak, és hogy hozzátették, tudod, hogy a Copacabana-t mutatták, hogy ott a lányok olyan tangában, ami nem tudom, hogy hol volt egyébként, mert egy része már be volt tapadva erőteljesen valahova, és láttál belőle 10%-ot, gyönyörűen lesülve mindenkiért, mászkán. Egyébként itt most tél van. Aha. Igen, hát a tél is nagyon kellemes. Ilyen a nyár. Aha. Ugye? Mi van most Egyiptommal, mondjátok meg nekem? Hát azt én tudom, nekem Hurgadán van ismerősöm, mondta, hogy ők megvannak, ott nincs különösebben probléma. Mennek oda járatok? Igen, lehet. Repül oda Vizer? Tehát mennek rendesen? Nem, de van, szerintem valami repül. Tehát ilyen charterjáratok mennek Egyiptomba? Búvárok, bátor búvárok mennek, kevésbé bátrak nem, meg így a turisták vagyogatnak, de nincs az, ami volt mondjuk 10 évvel ezelőtt. Tehát azt mondják, hogy negyede. Negyede a turista? De most ott nyugi van, nem robbantottak most, nem? Nem, hát gyakorlatilag az avargás az ugye vagy Alexandriában volt, vagy Kairóban, ezt a két megtalált a sínai, tehát Sármeseik azért az gyanús, hogy ő kapott belőle, de lehet menni. Tehát hogy lehet menni. Igen, meg tudod, a tengerparti városban az arab nem hülye, azt mondja, hogy én abból élek, hogy ide jön a turista, tehát én nem akarok itt botrányt, én nyilván aztán csak van egy másik arab, aki megjön. Csak van egy másik arab, igen, aki viszont látja mondjuk Szíriából, és azt mondja, hogy lefektettem az egyiptomi. Aki nem annyira fontos, fontos a turista, meg így csak az, hogy legyen egy 262-es. De kevesebben vannak. Kevesebben vannak. Igen. Tehát, hogy arra gondolsz, hogy NOV 19 után tudunk-e menni? Igen, ráér. Nem csak, hogy eszembe jutott, mert csönd van, és én szerettem. Bárhova, világkörüli útra is. Szerettem Egyiptomba menni. A végkielégítés. Na jól van. Te már a végkielégítésre számolsz, azért abból még azért olyan sok mindennek olcsán. Ja, tegnap lenyúltam már 2 fülest, tehát csak köszönöm, hogy van. Visszahozták. Adok én neked fülest szívesen. Jó, de hát nem élek meg. Drága hallgatók, tessék akkor jelentkezni játékra. Tessék jelentkezni játékra. Jó, 1-0-ra megyünk, de senkit ne venye egyébként készpénznek, hogy még behúzzuk a hetet. Úgyhogy, ha játszanátok, akkor írjatok SMS-t. Jó, mi pedig elmegyünk egy kicsit, meghallgatjuk Ákos híreit. Aztán jövünk a hírek után a játékkal. 6:30 múlt, pontosan 1 perc. A Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, drága hallgatók. Itt vagyunk Pákoznál az M7-esen, Pest felé tartókat mérik. Vigyázzatok. Mezőtúrból kifelé, Gyoma Endrőt felé van egy trafi. Ezt Norbi küldte nekünk, valamint a Gyáli úti felüljáró egy sávra szűkítési miatt kezd beállni. Az M5-ös bevezetője már kisebb dugó van a város felé. Andi küldte nekünk. De rég hallottam egy jó Hunadalt. Így hallgatom. Ez igaz. Jó, jogos. Változtathatunk ezen. Tehát Hunadalt, nem Hunanyarat. Jó, legyen a Hunadal, az régen volt egyébként. Ennyi jó fölött van már bőven. Igen, tényleg? Uh-huh. Kíváncsi lennék egyébként, hogy azok az eurovíziós dalok, amik ugye hát ugye, kiütöttek minket a nyerekből, hol tartatnak ilyen nézettségbe, hallgatottságba, fönt a neten. Ja, ami miatt nem jutottunk be? Biztos tübörög. Nem, amiatt nem jutottunk be, nem sokat beszóltunk az MTV-nak. Ja, túltoltuk azt ott egy kicsit. Meg a felrejszünk, biztos nincs humor érzéke, vagy valami. Igen. Na, azt mondja, hogy játszunk, akkor nézzük meg, hogy ki a 7 második játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető. 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolod.
gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggel. Hello. Szia. Hogy hívnak? Attila vagyok. Attila. Hello Attila, honnan hívtál minket Attila? Hát én jelenleg az M7-esen álltam éppen meg. Megálltál az M7-esen. Hova mész, mit csinálsz? Megyek dolgozni Szentendrére. Az M7-es vagy Szentendrére? Honnan jársz be Szentendrére? A 16. kerületből általában csak most... Eltévedtél? Elnéztél egy kanyart és fölmentél az autópályára? Rohadt GPS. Nem. Múltkor bevágott a villám hozzánk, aztán most nem tudunk otthon tanyázni. Ja, hogy most nem otthon laksz? Az nem jó. Aha, tehát hogy volt egy kis természeti csapás, és a villám... Volt egy kis természeti csapás. És most kinél laktok, vagy hol laktok most? Hát most meghúztuk magunkat a keresztanyám nyaralójában. Ó, és akkor úgy jársz be a Balatonról. De akkor a Balatonról egészen, vagy honnan az M7-esről, honnan jössz? Siófokról, igen. Azt a mindenit neki. Napi 100 oda, meg 100 vissza. Mivel legyen. Foglalkozol egyébként? Egy autóipari cégnél dolgozok. Autóipari cégnél. Hát akkor az jó, az nagy meló azért bejárni. Siófok, Szentendre, Siófok, az kemény. Na hát, ha majd most egy játékkal egy kicsit jobb kedved lesz. Mikor tudtak visszaköltözni? Szerintem a hétvégén már visszatudunk. Ja jó, tehát nincs arról, hogy leégett az egész lakás vagy ház, tehát nem ekkora baj. Nem, csak az áram ment el, úgyhogy semmi egyéb. Ja jó, hál' Isten, akkor azért nincs nagy baj. Jól van, na, kit választottál? Jánost választottad, oké. Indítjuk is az órát esetek egymásnak. Jó, legyen ez egy jó játék ma reggel. Jó, süt a nap, jó idő van, úgyhogy... Semmi óvatoskodás. Attila, én is megpróbálom. Jó? Te is szedd össze magad. Semmi pöcsölés. Na, tépjél darabokra. Attila, sokat anyázol a dugóban hazafelé? Sokat. Minden nap kijut neked a jóból? Minden nap. Egyedül jársz? Vagy velem a családot is viszed? Velem van a feleségem is. A nejed? Kedves nejed? Ő is Budapesten dolgozik. Budapesten? Szentendrén? Így van. Ő a 50-es utcában dolgozik az Oktovon mellett. Uh-huh. Mivel foglalkozik? Hát ő ott ilyen, hogy is mondjam, részmunkaidős takarító. 4 órában? 4 órában, igen. Anyu! Azt, hogy milyen jól szórakozott. Szép volt, Jani! Köszi szépen! Muszáj volt kimondani, mert már ment fel a vérnyomásom. Megállítottad a bajt. Érezted, hogy zsibadni kezded is fel a szíved. Csak párod nagyon jól szórakozik ezen. Szívem, te kinek szurkoltál, apának vagy Janinak? Azt kérdezik, kinek szurkoltál? Kinek? Nem tudom én! Ő az ajándéknak szurkolt. Nagyon jó arc. Remekül szórakozik. Remekül szórakozott ezzel, hogy kikaptál. Igen. Oké. Mit mondott a párod? Azt mondta, hogy ügyesek vagytok. Ja, hát van már azért némi rutin ebben a játékban, igen. 8-10 éve játszuk lassan. Oké, figyelj Attila, hát kitartás, akkor nektek ajándékcsomag nincs, de játszottunk egy jót. Jó? Így van, nagyon élveztük. Köszönjük. Na, örülünk. Csokkoltatjuk a nejedet. Jó van, köszi, sziasztok! Sziasztok, szép napot! Hello. Jól van, akkor viszont... 2-0. 2-0. Milyen volt a férjed, röhögsz? Hogy felröhögött. Igen. Ne jó fej. Igen. Azt írja egy hallgató, éppen a buszon ültem és titeket hallgattalak, mikor összeakadt a szemem egy csinos lányjal. Kb. 5-6 megállón keresztül mosolyogtunk egymásra, aztán amikor leszálltam, egy zsepire írva odaadtam a nevemet és a számomat. Azt hiszem, így kellene indulni minden reggelnek. Nagyon jól esett a mosoly, amit kaptam, aztán ki tudja, mi lesz a történet vége. Hát jó, egy jó orrfújás. Igen. És még láttam, hogy leszálltam a busz, hogy a lány belefújja az órát a zsebkendőbe. Maga mögé hajítja a zsebkendőt. Nem, ennél biztos romantikusabb lesz. Írd már meg, hogy felhívott-e, vagy hogy mi volt, tényleg. Szóval ez egy jó pillanat, amikor így odalépsz, odaadod, és akkor várod, hogy megszólaljon a telefon, vagy jöjjön egy SMS. Jó? Ez nekem nagyon tetszik. Működik ez még ez, a kinéztem valakit a járművön, az utcán oda mentem hozzá, azt mondtam neki, hogy itt a számom bébi, és fölhívott, és szerelem lett belőle. Van ilyen? Hát, ha itt hát a számom bébi az... Ah, ne, jó. Én itt tolnám, de hát én ezt már bénányom. Itt a számom bébi. Fölírva egy zsebkendőre.
De írjatok már, hogyha valakinek ez sikerült, hogy hogy mentetek oda hozzá, vagy mit mondott az illető, vagy hozzátok, amikor odajött, mert mint csinos lányok vagytok, és hozzátok a pasi odajött. Hát azért ez nagyon nagy bátorság kell ehhez, hát, nem? Erre leírt egy ilyen zsebkendőre, egy nyomorultul, egy ilyen kis pakstollal. Igen, a kis kockás vászonzsepidre, ott kicsit ott félretegyél mindent, ami a vászonzsepibe ott bele van ragadva, és akkor ott leírt, hogy Jancsika. Találtam egy tiszta sarkot. Írjatok már, drága hallgató, hogy kinek sikerült? Vagy mi volt az a pillanat, amikor valaki odalépett hozzátok, és a kezetekben nyomott tényleg egy vászonzsepit, vagy egy papírzsebkendőt, vagy egy cetlit, ami rajta volt a telefonszáma. És mi volt a duma, amit írt? Vagy esetleg, hogy ti kaptatok, ez szerintem az. Igen, amikor a kezetekben nyomtak valamit. Amikor egy csaj adja oda. Amikor pasiknak csaj adta oda, vagy szerintem nincs. Vagy csajok írjatok, amikor pasik. Tiszta segítségbetétre, vagy minden. Mit írsz rá? Szimpatikus vagy szép a mosolyod? Valami ilyet kell írni, nem? Szép a mosolyod, tök cuki vagy, hívjál föl. Ne, ezt névtelefon, azt mondd el, hogy nagyon beleszerettem ebbe a mosolyba, itt a számom. De az is meg milyen egyébként, hogy odaadod a számodat, hogy majd a nő hív téged? Jaj, ne legyünk már ilyen izé. Hát miért? Mi van a nő hív? Hát most ne legyünk már ilyen nagypapásak, hogy most a nő hív. Kapjuk egy ilyen papírzsákot, és állni, vagy mit, csecsek kis desszert, vagy kis kopasz. Vagy valami. Szívesen használnálak hóna és tifnek kis kopasz. Megszorítottam, nem a fejed, bekenném a hónajamat, a kis tarfejed. Kicsi fiú. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Tényleg, mi volt az a pillanat, amikor odaléptek hozzátok? Vagy ti hogy gyűjtöttetek erőt? Mert azért ahhoz is nagy bátorság, hogy felszívd magad. És azt mondta, hogy na most elindulok a lány felé. Igen. Ebben a pillanatban a lány leszállt, visszanézett, visszamosolygott, elfordult, vagy odaszólt, hogy ne gyere közelebb, van barátom. Ez is megtörtént. Jó, írjátok meg nekünk. Illetve a hallgató, aki írta, nem írta alá, hogy azt írja, hogy ki tudja, mi a történet, hogy kíváncsiak vagyunk. Írd meg, ha megcsörgött a telefonod. Te nagy lenne. Jó? No? Na, azt szeretem az ilyen történeteket. Én évekig vártam egy ilyenre. Hogy? Tényleg, hát, volt. Annak idén a 35-ösön. De mindegy, hogy kitől, vagy egy valakitől? Hát mindegy, hogy kitől, csak valaki. Zsülír már egy SMS lépte. Minden szólt, tehát én oda mentem volna. Volt egy szőke lány, és most már félek az ilyen történetekkel, mert a múltkor egyébként ugye elmeséltem ezt, hogy egy 10 forintost eladtam az egyik osztálytársamtól, a Palaga Lacitól, és megkeresett. És meg is talált a szünet alatt. Megállt egy fekete autó, benne egy kisrác, meg egy kiszállt egy kopasztlagba szakadt srác, és megismert. Palaga Laci vagyok. Mondom, nem. De bármi is kellett adnod. És kiderült, hogy ő volt a Laci, és visszaadtam, meg csináltunk közös fotót, minden tök jó volt. Az egész sztori nagyon jó, mondta, hogy amikor ment az építkezés, az én építkezési vállalkozó lett belőle, ment be az építkezésre, nem hallgat minket, csak azt vett észre, hogy összes munkás elkezdi dobálni 10 forintosokkal. Tényleg? Jó, fekvésztőnök. És mi volt a csaja? Na, ja, bocsánat. És a csaja az volt... után, ez biztos nagyon jó sztori. Várjunk még ezzel kicsit. Egyébként szív fel magad. Hallod? Meg egy kicsit fel is diszkózz. Kicsit diszkózz fel a sztorit, és mondd el a hírek után, jó? 7 óra van pontosan. Rokokot sztorit rintjetek meg. 7 óra van pontosan. Ákos híre után hallhatjuk ezt a biztosan nagyon jó történetet. Hallod? Sose hallottál jobbat, ecsém. Spanold fel magad kicsit. Szívom. Jövünk a hírek után. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek, jön a jó idő, vissza, ahol nem süt a nap, ott is reménykedjenek, hogy nem sokára kisüt, jó idő lesz, hétvégén 30-33 fok, és igazi augusztusi időjárás, úgyhogy még a nyárból marad valami, annak ellenére, hogy írj egy hallgató, drága Balázs, nem akarom kedved venni, mert tudom, örülsz a jó időnek, de azért ugye észrevetted, hogy már 20 órakor sötét. Hagyjál már. Tudod, mit jelent ez? Imádlak benneteket, Anita. Igen, tudom, mit jelent. Így van. Hogy visszavonhatatlanul, és engesztelhetetlenül érkezik. A tél! A karácsony! A karácsony. Lassan. Elfogynak a jegyek a Hasi koncertre. Bizonyám. Megjelennek a Tetyóban az első kellemes ünnepek. Feliratok. Jön a szaloncukor. Jönnek a girlandok. És megjelennek az első, nem tudom, télapú mikulások. Ja, most fordulj át a sötét és unalmas januárba. Isten, maga az elmúlás, Anihil. Csak én tudva, hogy... Őrül ki a beigli, az endorfin, az ajándékok által okozott örömhormon, és az elmúlás, a sötétség és a hideg. A hideg magány. Az utolsó fondatos szaloncukrok is elfogynak, amiket mindig utoljára hagyunk, mert annyira kaka.
Igen, és már 10 éves, és nagyon nehezen tudod összerágni, mert már 10 éve ugyanazt teszitek föl a fára. Tudom, hogy láttam már nálatok karácsonyfát. Így van, kalapáccsal törjük porra, aztán pedig tejben keverjük el. Utoljára 12 éves voltál, amikor új szaloncukrot tettél a fára. Azóta igen, mindig ugyanazt teszed. Emlékszem, annyira állásak voltak nagymamának, hogy meghagyta nekünk. Igen. Na! Nem az volt, hogy leadjuk a hunadalt? De? Dehogy nem. De majd később. Angolul énekel? És női hangon? Hát ez az volt? Hát tudod, hun-hung. Hun-hung, már hogy hang-up volt, csak hogy nem a hunadal. Tehát Zsülnek már kicsit egy szemüveget rá kell adni, mert arrébb klikkelt egyel. Ős a régi, már 1.052.372 egyébként. Látod, csak beszéltünk róla, és már följebb ment. Fény, szenzációs, szenzációs. Megint följebb ment? Uh-huh. Tényleg? Megy föl, még mindig imádják. Az a jó. Majd akkor leadjuk, ha sikerül eltalálni. M35 Böszörményi, hol van? Böszörményi pihenőhelyen van, a kamera vigyázzon mindenki. Köszönjük szépen. Egyébként minden oké? Okay? Minden rendben? De ha úgy érzed, nem küld el nekünk. M7-esen Budapest irányába a Pákozi pihenőnél elkezdtek drága képeket készíteni. Trafit láttál? Dugóban ülsz? Küld el, hol vagy? Segítünk. Nyomjam Petőfi se? Nyomjam ilyen nagyon közszolgálatiban? Ez a Danubius hőskora ott van. Ott nincs ilyen közszolgálati, már ilyen. A Petőfi be ez Kalipszó rádió volt. Kalipszó. Ez Kalipszó. Dugóban ülsz? Lábbalesetet láttál? Küld el nekünk, oszd meg velünk. Igen, hírek időjárás 3 percben. Kapcsolja az 5. sebességbe. Hajóbonták találkozás a tilos, de az már más. Pákoznál az M7-esen Pest felé tartókat mérik, az M0-ás nagytartsai kihajtójánál mérnek a felüljáróról és Szeghalom Békésebb a felé eső szélén, mérik a Debrecen felől érkezőket, ami drága Galaxis Gabink küldt el nekünk. Köszönjük szépen. Már tegnap szóltunk, hogy 3 nap trafizás lesz, úgyhogy vigyázzatok. Igen, az európai összefogás jegyében. Na most mi van emberünkkel? Sikerült elérni, aki a buszon ült, és 5-6 megállón keresztül mosolygott? Dobjuk be. Hm? Azt mondja, hogy leszálltam, egy zsepire írva odaadtam a nevemet és a számomat. Azt hiszem, így kell indulni a minden reggelnek. Nagyon jól esett a mosoly, amit kaptam. Aztán ki tudja, mi lesz a vége. Tehát ő kicsit előre örül, mert a lány még nem hívta fel. Mert már ez is jó, ez is szép teszi. De nem lehet, hogy félreértett valamit. Hogy a lánynak belement valami eszembe? Nem tudom. Múlival történt egyszer, hogy összekevert valakit a béketén egy ismerőssel. Oda integetett neki, és amikor kijött a bioboltból, akkor a fickó már ott állt az autó mellett, ott támaszkodott nagyon mosolygott, és ott volt már a telefonszáma a visszapillantón. Illetve az izén az ablaktörlő alatt. De hát ha megvárta, akkor dumáltak is, nem? Nem, hello, nem, Móni beül gyorsan az autóba, és padlógázol. Na, mindjárt meghallgatjuk, hogy indult a reggel. Itt van Balázs. Hello, Balázs, jó reggelt! Hello, hello, sziasztok! Ciao, hello! Na, szóval, hogy a buszon ültél, minket hallgattál, kiszúrtál egy csinos lányt? Így van. Igazából már előbb vagyunk megcseresztve a telefonon, egészen titeket vártalak, de... mindegy. Igen? Szóval igen, felszálltam a buszra, leültem egy üres helyre, és én fölnéztem, ki ül velem szembe, vagy pár üléssel arrébb, és összekapta szemencel a csinos tőke lányjal. De ő is ült, tehát egy irányba néztetek? Igen. Nagyon régen utaztam buszon, vannak ilyen négyes ülések, szemben. Amikor szemben ültök egymással? Nem, tehát nem közvetlenül előttem ült, hanem itt tudom én egy 4-5 székkel lép. De előtte ült, tehát hogy szembe vele. Tehát nem az volt, hogy háttal látta, csak annyira bandzsa volt, hogy ugyan. És fej. Tehát előtte ült, előre nézel, annyira bandzsa volt, hogy úgy érezted, hogy rád néz. És az MMB-nél szállt el rokon látogatásra. Igen? Nem megérdem. Szóval csinos volt, szép volt. Meddig szemeztetek? Hát körülbelül egy ilyen 5-6 megállóig. Hát így volt, hogy a szuszat néztük, aztán megint egymásra, megint elmosolyogtunk. Bevetetted Bali egyes csajozási trükkjét, amit megtanítottam nektek évekkel ezelőtt, jó, hogy kell egy lányjal szemezni? Az Bali egyes törvényét bevetetted? Szerintem nem. Nem ismered Bali egyes törvényt. Már meglenne a csaj. Kicsit náluk is lekopott, mi volt az? Átmászjuk akkor majd, hogy mi Bali egyes törvénye. Már együtt lennétek. Jó, mire írtad fel a számodat? Igazából nem volt nálam már papír, úgyhogy egy papír zsebkendőre. Egy papír zsebkendőre? Tisztára? Igen. Ez egyik fele legalább. Teljesen tisztára. Igen, igen. És aztán el kellett neki széthajtogatni a fény felé tart, és azt mondja, ez most 6-os vagy 9-es? Tehát nem volt ilyen, hogy ásiskolát. Még vízjel is volt rajta, úgyhogy vízjel. Teljesen saját. Meglepődött, amikor oda mentél, vagy mi volt? Hát mivel pont arra volt az ajtóm, erre ült. Így nézett, elmosolyogott, aztán amikor adattam neki, akkor kicsit meglepődött. Mondtál valamit, hogy szia, igen. Ne haragudj, hangondolod. Nem, igazából úgy látom, szükséged van egy zsepire. Éppen azért nem ültem mellé, mert egyébként volt mellette szabad hely, de
de volt dugva füle, gondoltam, neki is legyen reggel, stb. Dugva füle? Akkor, igen. Hát a fúzatba tudod megfázni. Ja, vacával vagy fülesen, nem minden. Fehér vagy sárga vattával. És mit szólt, amikor elvette, odaadtad neki a zsebkendőt? Felnézett, hát mosolygott, mondta, hogy köszi. Pánikszerűen elkezdte keresni a bérletét meg. Nem. Hát mosolygott egy szép nagyot, ahogy az előtt is, találkozom még nagyobbat, aztán hát leszálltam, szóval. Na, és azóta? Még visszanéztem egyszer, azóta egyenlőre semmi. Semmi. Aha. És ő visszanézett, ahogy te visszanéztél egymást? Igen. Ahogy még ment el a busz, te még visszanéztél rá? Így van. Istenem, de így vagyok. Hát azért ez egy olyan szép történet. Komolyan mondom. És hogy ránéztél, és lecsekkoltad, és úgy nagyon rendben van, minimum 16 fog egy része elől. Hát, cuki volt, helyes volt, szép volt? Nagyon, igen. Kicsit beleszerettél? Lehet. Azt hiszem, igen. És most 5 percenként nézed a telefonodat, hogy írt-e már? Hát nagyjából. Aha. Hát ha hallgat bennünket ez a lány, akkor írjon. Akármit is, de akár írjon. Nekünk is írjon, hogy igen, én vagyok az a lány. Jó? Tehát nyugodtan, hát ha is minket hallgat, és ír egy SMS, hogy igen, én vagyok az a lány, aki megkapta azt a zsebkendőt attól a fiútól, és akkor őt is felhívjuk. Hm. Jó? Vagy írjon jó neked. És hetente takarítják a buszt, holnap reggel is ott lesz. Mert az annyira kiábrándító lenne. Figyelj, dob már egy SMS-t, ha írt, még akár a mai adásban 10-ig vagyunk, hogy holnap. Tényleg kíváncsi, hogy ez annyira cuki és romantikus történet, hogy mi kicsit erre irigyek vagyunk. Hát ilyen 245-ös, vagy 48-as, meg egy 40-es. Hát nekünk már nincsenek ilyen történeteink. 48-as. Igen. Én is mindenkire rámosolgok, mutatják a középsúlyukat, mennek tovább. Nekem már csak ilyen sztorik jutnak, érted? Hát. Nem mosolyognak, hiszen nem, hogy sztorik legyenek a morning show-ban. Igen. Na jó, írjál, jó? Köszi. Jó. Oké, okay, és nagyon szurkolunk. Bátor vagy. Köszi. Ciao. Hello. Te jó. Na. Ez egy nagyon romantikus történet. Nem veszíthet semmit, gondoljatok bele. Én nem veszíthetek. Azaz, nagyon szép ez az. De most, ha nem teszed meg, akkor sose lesz belőle semmi. Így meg maximum az, hogy egy csaj jó, hát egy hülye kész. De nem jó ilyen történeteket nagyon hallani. Nagyon ugye, hogy a régi időket idézi tényleg. Amikor még BKV-ztam, akkor még na, mit csináltál? Semmi. Mi bali? Szép időket, semmi. Mi bali 1-es, 2-es, 3-as törvényét már elmondtam. Nem, de én már nem emlékszem. Amikor te BKV-ztál, hát az milyen volt, érted ott is? Hát semmi. Hát hallottad a lónyerítés, befordult a sarka. Hát azért, ültem ott a kocsis mellett, hó, megállt, hozták a szódát. Az még akkor nagyon régen volt. Bali 3-as törvénye. De várj, meg az első törvényt sem tudjuk. De most az nem érdekel. Bali 1-es törvénye, légy bátor. 3-as törvény. Első mi volt? Fésülködj meg. Ne legyen fikás az orrod. 2-es törvény. Kertes csapkét, csak nyot. Sose menjél csőre töltve randizni. Bali 2-es törvény. Nem, a 3-as törvény. A 3-as törvény az... De várj, a második, egy picit nézzünk már egy kicsit. Tehát, hogy a, és hogyha... Mondom, mi a 3-as. Az első kettőt átugrottuk, azt nem mondom, mert hosszú. 3-as törvény. Ideje szemezzel a csajjal. Igen. Ha? És kíváncsi vagy arra, hogy bejössz a csajnak. Vagy bejössz-e a csajnak. Akkor a 3-as törvény szerint a szemezést át kell egy kicsit vetíteni máshova. A csaj háta mögé egy olyan pontra, ahol nincs ott senki. És onnan tudod, hogy bejössz a csajnak. Hát mondjuk Feri a csaj. Ha? Jó. Én szemezek a Ferivel. Ezt már elmondtam évek óta, azt hittem leírtátok. Csak nem a nagykönyv első oldalán van, azt meg kitéptük. Szemezel a lánya. Igen, mögé még nézze. Nem tudod eldönteni, hogy mi van, hogy tetszel-e neki, vagy csak visszanéz, vagy zavarban vagy. Úgy tudod letesztelni, ha hirtelen nézze. Elkezdesz nézni a lány mellett egy fix pontot. És akkor... És a lány, ha érdekled, és kíváncsi rád, akkor hátra fog nézni, hogy te mit nézel. Aha. És utána visszanéz, érted? Rád, és azt mondja, hogy ezt a hülyét... Ha nem néz hátra, akkor megkönnyebbült, hogy nem őt nézel. Ja. Ha hátra néz, hogy mit nézel, akkor felkelteted az érdeklődésed. Aha. Érted? Engem néz ez a debil. Igen, nézd már, én is mindig ezt mondtam. Én bámul egy üres pontot. Én, és magamra mutatnék közben. Én. Igen. De én... Oda mész hozzá, és azt mondom. Ki van mögöttem? Szia, tündérke. És innen már zsáklin. És innen már zsáklin vagy. Innen már zsáklin. Szia. Zsáklin vagyok. Te is erre utazol? Vagy rám utazol? Szia, tündérke. Na, mi a sztorid? Mert ugye kértük a hallgatókat, hogy mondják el nekünk, hogy ők hogy ismerkednek.
Vagy hogy volt-e ilyen történet, hadd irigykedjünk. De mondtad, hogy neked is van egy. Mi szereted történt? A csokis bulátát? Szeretsz bemorzsázni idegen reaktorba? Na jó, jó. Azért egy fél decit az izotópodból, ha gondolnám akkor. Na, mi szóval volt? Volt, ott álltál a kis szimatszatyroddal, a kis metalikás pólódban, torna, egy hamis Converse-ben az 50-es villamoson. Nem, innen indulunk. Egy fabulonos szatyorral ott álltál hosszú hajjal. Igen, anyám vett benne bőrradi. Igen. És aztán 4 évig ezzel jártam. Nem. És mi volt? Szóval az volt, hogy volt egy, egyébként szintén egy szőke lány volt, és komolyan mondom nektek, 2-3 éven keresztül stíroltam. Jézus Isten, ezért én már fejjelentelének. Már önmagában nyomorult a történet. Tehát, hogy most ezt így még mielőtt ti mondanátok, én bevallom ezt a dolgot, mert hogy tényleg az volt, hogy nem volt bátorságom oda menni, egyszerűen a lány gyönyörű volt, középiskolás évek alatt történt, azt hiszem, hogy mit tudom, másodikos vagy harmadikos lehettem, és nagyon sokáig tényleg reggelenként együtt utaztunk, hát előttem öregedett meg, szült gyereket, nem. Most komolyan, 2-3 éven keresztül ott utaztunk együtt a 35 aztán meg is szűnt a járat helyett. Ja, mindegy, ez most nem érdekes. Jézusom, mondd már, úristen. Elvették az, igen, elvették a BKV bérletemet, vissza kellett mennem az Akácsa utcába. Úristen, mondd már. A szarvaságot járt a fodrászhoz, de várjál, mondd már el. Na, és a vége, tényleg a sztori nem annyira jó, mert hogy valójában nem mertem oda menni. Gyáva voltam hozzá, és én ezt mind a mai napig bánom. Ez nem igaz, mert utána természetesen megismertettem a feleségemet, és a szerelem oldhatatlan tűzét, görög tűzét. Jó, ez egy úristen, ilyen szarasztorit már így hallottam. Igen? Jézus Isten, valaki mentsen meg ebből a sztoriból. Jó lesz, nagyon lecsó, ma is, mint tegnap előtt. És nem mertem oda menni, és nagyon bántam a dolgot, mert tényleg nagyon szép volt a lány, és néha még azt is éreztem, hogy én is felkeltettem az ő érdeklődését. Ami aztán meg külön meglepődtem. Ez a sztori, hogy volt egy lány, tetszett, de nem mentél oda, mert ellúzerkedted. Nem mertem, és tudjátok, mit akarok menni? Hogy merjetek oda menni. Srácok, merjetek oda menni. Na, nézzük akkor, hogy mit írnak a hallgatók. Illetve, hogyha a Jani szőke csaja onnan a 70-es évekből jelentkezne, azt nagyon várjuk. Jó, de előbb, ha felmar a fésztel, előbb mondja meg a címét, jó, hogy csekkolják meg. Nagyon sokan írják, hogy én vagyok az a lány, és... De most ne hagyjátok el magatokat. Nem. Igen, hogy Balázs, te vagy az a lány. De azóta nagyon kiszörösödött már. Hát igen. Balázs, te vagy az a lány, akihez én oda mentem, aztán rájöttem, hogy te vagy az Balázs. De hátulról nagyon formás kis popsidó. És nagyon kedves volt tőled, hogy nem akartál megbántani, és egy darabig eljátszhatod, hogy tényleg lány vagy. Aztán megfordultál, és láttam, te vagy az Balázs. Nem, írek, hogy ő az a lány, akihez Balázs oda ment. Na, van egy másik hallgatónk. Linda. Itt van Linda? Linda. Linda, hello, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt! Szia! Hozzád mentek, vagy te mentél oda valakihez? Hát én hozzám jöttek. Na! Én hoztam. No, hát ugye az SMS-ben le is írtam, ez augusztus 3-án volt, úgyhogy 3 héttel ezelőtt, elég rövid történet. Én egy ingatlan közvetítő irodában dolgozom Pécsen, és a fiatal ember az irodánk előtt elsétált. Én előttem pont ültek ügyfelek, éppen nagy munkában voltunk. Aztán nézek ki az irodának a ablakán ajtaján, és látom, hogy a fiatalember itt témfereg, föl alá sétál, mosolyog, benéz, nagyon keresi a szemkontaktust, kinézek rá, mosolygok, integetek, majd egy jó 5-10 perc múlva is mi volt, jön, megy. Mondtam is az ügyfeleinknek, hogy nézzétek, milyen cuki ez a fiatalember. Valaki mutassa már meg ennek a srácnak, hol a budi, mert nagyon jön, megy. Nem az volt a baja. Figyeljetek, egy józsefvárosi szuterén. Nem ez volt a baja. Aztán ugye telefonálgatott, éppen nyomozta, hogy én ki vagyok. Ez a fiú amúgy nem a városunk beli, úgyhogy nem igazán találkoztunk mi még össze sehol. Én utána eleléptem egy 4 napos biciklitúrára Balatorra, majd hétfőn, amikor megérkeztem, ott várt egy virágcsokor az irodába. Ő pontosan tudta, hogy én nem voltam abban a 4 napban, úgyhogy ő nagyon-nagyon szépen kinyomozta, hogy én ki lehetek, és mégis mit csinálok. És hát ezt követően 2 nappal később fel is hívott, bemutatkozott, és elárulta, hogy ő kicsoda, és hogy ő volt a virágküldő, úgyhogy... Hogy ő toporgott az ablakod előtt. Igen. És honnan szerezte meg az adataidat, vagy a telefonszámodat? Hát azért vannak kapcsolatok, nyilván, telefonhívás ide-oda, a pécsi ismerősök, aztán kinyomozta, hogy ki vagyok. És lett belőle valami? Találkoztunk azóta, így van. Komolyan? Igen. És? Hát majd meglátjuk. De ez egy randi? Tehát, hogy egy randi közeli állapot volt?
Hát így természetesen beültünk egy kávéra, beszélgettünk, igen. De abszolút szimpatikus, úgyhogy... Na! Teljesen jó volt. Én nem gondoltam, hogy ilyen még létezik. Ő egy 40 év körüli fiatalember, úgyhogy én azt mondom, hogy már beért a korba, de ritka az ilyen. Ritka az ilyen, én azt gondolom, aki... Drága csokor volt, vagy valamilyen standard temetői? Rajta volt még a szalag is. Nyugodj békében, Béla. Természetesen egy nagyon... Élt 67 évet, nagyon szeretik őt. Egy nagyon szép színes virágcsokor volt, úgyhogy... Az nagyon jó. Hát akkor egy igazi úriemberrel találkoztál. Ez így van. Ő fizetett? Természetesen. Igen. Tartsd meg. De hol a Bibi? Ez nekem túl szép ez a sztori. De hát, nem evett. Ne legyünk ennyire előítéletesek. Nincs Bibi. Jó lesz ez. Na, ennek örülünk. Hát pozitívan ez kell hozzáállni. Ez tök jó. Tök jó. Így van. Jól van, köszi, hogy elmondtad. Írjál majd te is, hogy alakult a dolog, jó? Rendben, oké. Jó, de hogyha esetleg valamilyen árengedményes penthouse lakást szeretne venni, akkor is itt meg. Hát, mindenképpen. Szemétkedünk csak, de jó ezt hallani. Irigyek vagyunk, hát nekünk már nincs ilyen. Abszolút. Persze. Puszi. Na, sziasztok. Ciao. Hello. Hazamegyek én is, leírom a telefonszámot a feleségemnek. Kívánom az asszony, a tápszert hoztál. Érted? És megvagyok. És azonnal tudom, hazaértem. Így fel szimpatikus vagyok. Írjál föl, Gizsim, igen. Na, akkor menj a patikába tápszerért. Jó? Ne így zsibbadd magad. Azt mondja, hogy nagyon sok SMS-jel, mert ugye kértük a hallgatókat, írják meg nekünk, hogy ők hogyan ismerkedtek, hogy volt-e tényleg, hogy oda mentél, lett belőle valami, megadtad a számod, és működött. Nekem egyszer egy pincér srác írta fel a számot a szalvétára, amiben a villámat tekerte, sosem hívtam föl. Egy belvárosi szórakozóján kaptam meg egy lányszámát, úgyhogy végignéztem, mit csinálok egy másik lányjal, miközben átadta a cetit, azt mondta, ahogy érzed. Oh. Ezután hazavittem a lányt, akivel táncoltam, neki azt mondtam, hogy itt áll a barátnőm, ekkor még nem adtam oda a cetlit, másnap felhívtam Szandrát, aki a cetlit adta, azóta házasság és Noel fiunk boldogít. Na, akkor valaki mondja el ezt a sztorit nekem? Ázánja, úristen, itt fűtött egy lányt, egy igen. Másik adott cetlit, az fűtött lányt hazavitte. Igen. Már nem saját magához, hanem a fűtött lányhoz. Igen. Azt mondta neki, hogy nem érem el itt a barátnője, és akkor a cetlissel összejött, csináltak gyerekeket. Így van, aztán olvasták a sztorit, hogy Balázsék Noelnek nevezték. Így aztán, ha nem volt más. Választás, mert anya tulajdonképpen Balázsba szerelmes. Így van, ez egy látás. Na mindegy, hát ez van, ez nem szökelt szárba. Így van, megvan. Nagyjából meg. Üres szerelvényel utaztam a vonaton Nagybőrön, de felszállt egy pasi a szerelve egy másik végén, majd odajött hozzám, és megkérdezte, hogy van-e hely mellettem. Mire én? Miért nincs máshol hely? Megköszönve leült mellém. Telefonszámcsere, és 10 éve együtt vagyunk nagy boldogságban. De menő. Ez menő. Ez bátorság kell. Ilyet sosem mertem csinálni. Nekem egy boltban az eladó hölgy nyomott 2 nap dicsérgetés után a kezembe egy cetlit, aminek telszáma volt ezzel a mondattal, ha kimész, csak akkor nézd meg. És utána a többi már jött magától. Ez nagyon rejtélyes, ha kimész, csak akkor nézd meg. Miért? Bennem lehet a telefonszám. Ne vedd észre, hogy átvágtalak, tudod csak. Távozz először a pénztártól, hogy lehúztalak 4 sós kiflivel, meg 2 nógrádi ropival. De tök jó, meg egy darab élesztő. És a 3-6-os tej már lejárt. Tényleg. Unalmas asztaltársaságnál hajtogattam egy papírbékát a szórakozóhely foglalt asztal címkéből. Odaugrasztottam a kiszemelt lányhoz, ő visszaugrasztotta. Ebből született az első beszélgetésünk. Ma 7 hónapja vagyunk egy. De jó! Tudod, ez a foglalt táblából egy papírbékát hajtogat. Ez menő, és odaugrasztod a lányhoz. Ezek és visszaugrasztod. Miért nem mertem soha ilyen menő dolgokat mert csinálni? Mert nem papírbékát hajtogatni. Mert ahogy te voltál, ott mindig fémből volt a foglalt tábla. Aranyból. Hajtogassuk be. Megy a kezem. Aranyból volt a foglalt tábla, persze. Leonardo Vésta saját kezével. Bele, hogy foglal. Mekiben dolgozó srácnak nyújtottam oda a zsepim, a számom és a nevem Smiley-val. Este felhívott, hogy ő ismer engem, mert már randiztunk egyszer néhány éve. De kemény. Kicsim, 4 éve már ezt végigjátszottuk ezt a kört. Így van, de jövő héten lesz dupla sajtburincség akció. Még fiatal koromban... Nem, itt van Tamás előtte. Hello Tamás, jó reggel, ciao. Tamás? Szervusz! Szervusz, kérlek. Szervusz, hogy szolgál a kedves egészséget? Bukázzunk. Tartólas, jó reggel. Nagyon jó vagyok. Na, te is oda mentél, vagy hozzád jöttek oda? Én oda mentem. És volt ott valaki? Sehol senki. Vagy nem volt ott sehol senki, ezért visszamentél oda, onnan elindultál. Igen, három és volt, egyenként is megállták volna a helyüket. Na. Aztán, hát így együtt
teljesen letaglózott a látvány, ott álltam a meglepettségtől egy pár percig. De majd, hol? Budapesten volt egy piacon. Ja, egy piacon? Ja, vagy, ja tudna. Aha. Én is voltam. És mit mondott? Pult alól a banán. Hát jössz velem randizni. Tehát a borka, alma, paprika, vecsés. Savanyú, sár. Kóstoló ingyér van. Fáradjon közelebb. Na és oda mentél hozzá is? Oda mentem, elkezdtem velük beszélgetni. Kiderült, én azt hittem, hogy ők barátnők. Aztán kiderült, hogy... anya és lánya. De nagy parti, Istenem! Na és akkor nem akartam a anyukát kellemetlen helyzetben, de nekem ő tetszett. Aha. Odaadtam a lánynak a számomat. És akkor hát kialakult egy kapcsolat, nem mondanám nagyon szoros kapcsolatnak, inkább csak a testiségre épült a elég. A mamával? Vagy a lányjal azért, hogy odaérjél a mamához? Aha. Így van. És volt akkor... olyan, hogy mit tudom én, együtt voltál a lányjal a lakásban, de rájött, hogy térdelsz a fürdőszobájtól, és leselkedsz a kulcsukon. Megpercúhajtik a mama, hogy mit csinálsz? De semmi, csak rájöttem megszerelni az árat, és leselkedtél a mama után. Beszélgettünk a közös jövőnkről. Jézusom, ez jó beteg ez a sztori, egyre jobban tetszik. És? És akkor, hát én, mint mondottam, nekem az anyuka tetszett, aztán... egy alkalommal, mikor itt kettesben maradtunk. A mamával? Vagy a lányom? Igen. Ja, igen. Hát akkor ezt így felvázoltam neki, és akkor mondta, hogy tiszta hülye vagyok, tehát hogyha így akarom, akkor legyen így, és akkor megtörtént az. Azt a mindenit. De bátor, ezt előadni, hogy bár megvolt anyuka a lánya, de tulajdonképpen én magát. És azóta együtt vagy a mamával? Nem. Na jó. És a lányán nem szóltad el magad, hogy te akciót, Margit. Nagyon érdekes volt, mert utána volt olyan, hogy hárman utaztunk egy autóba, és mellettem ült a lány, én meg a bal kezemmel hátul a anyukának a lábát simogattam. Persze, nyilván, persze. Tényleg így igen. Volt. Igen, és te vagy a kaucsuk ember. Persze, igen. És még szemeztél egy melletted egy Peugeot 206-osban ülő, de nagyon szép barracofos lányjal közben. Na jó, köszi, hogy elmondtad. Ha ez így van, ez menő. Tamás, köszi. Elhiszem, ahogy csak irítkedünk. Köszi Tamás, ciao. Hello. Hát ez nagyon jó. Zöldségért, a piacon, anyalány. Hol máshol, ha nem egy piacon. Nem? Tök jó. Anyalány, így van. És közben még az akció közben még a fater világított egy elemlápa. Na jó, elmenjünk egy picit hírezni. Jó, 3:48 lesz, 7 perc, majd jövünk vissza mindjárt. Negyed, 8 múlt pontosan 2 perccel. Hello mindenkinek, itt vagyunk, jó reggel. Drága hallgatók, jön vissza jó idő, és ez olyan jó, hogy még maradt egy kicsit, egy valami értem az egész nyárnak. Tény. Nem, ez most miért kellett? Megölöm magam. Nem, tényleg kinézek süt a nap, és valahogy sokkal jobb a kedvem, de nyilván nem vagyok én ezzel egyedül így. Hiszen ez egy jó érzés. Uh-huh. És mindenkit jó érzéssel tölt el, hogy jó időre is van. Bele kell kapaszkodni ezekbe a pici, apró, jó dolgokba, ami keresztül húzza magát. Önt is. Minden zuhanyzásnál belekapaszkodom apró, pici, jó dolgokba. Igen. És akkor már is nem vagyok annyira egyedül. Vagy mikor a feleségem elutazik hosszabb időre, akkor is belekapaszkodom apró, pici, jó dolgokba. Mindjárt végzek, ne dörömbölj már! Legalább itt hagyjál. Na, játszunk egyet. Nézzük meg, hogy ki a játékosunk. Jó? A kérdés mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Lészhebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggelt! Aha. Na,
Halló. Halló. Dani vagyok, sziasztok. Szia. Dani, hello Dani, honnan hívtál minket? Budapest. Budapestről. Nincs mi újság? Hát most kertem, elromlottak, elvészültem, jól indul a napom. Nem áll. Valami drága gép, vagy valami kis kotyogós? Hát drága, de már öreg is, garancia, nincs rá sajnos. A fene egyemek. Drága, de öreg, de gari nincs rá, de ez nem jó. Ez nem jó. És akkor most nem is kávéztál? Hát egy ilyen negyed pohárnyit. Annyi még kijön belőle? Vagy? És mész melózni? Majd igen. Gyere be! Csinálok neked egy kávét. Ezt most komolyan mondom. Tényleg? Tényleg kávét csinál meg. Milyen szép pont ez két férfi között. Figyelj, csinálok és még bármi lett belőle. Tényleg, mennégünk vagy egy kávénál, amit hoz Dani. Komolyan, gyere, ugyör be, hogyha úgy beesünk, Gyülői 102, balra be, a főportánál, Klassz FM, majd mondod a portásnak, hogy hozzánk jöttél, szóljanak, jöttél a kávédért. Hát majd meglátjuk. Jaj, most mi a pontos a kávénk? Meg nem nagyon pörget. Ne. Tett föl, Jani. Ne. Anikám, beléd ma nehéz életet lehelni. Igen. Ha van egy kislányod, aki alszik? Igen, még alszik, igen. Ja. És emiatt vagy ennyire rossz kedvű vagy, te mindig ilyen vagy? Nem, hát az időjárás is persze befolyásolja. De hát már jó idő van. Már jó idő, süt a nap, 20 fok lesz. 20 től a redőny. Brutál, tényleg brutál jó idő van. Na most mi legyen? Akkor nem jössz be a kávért? Hát majd meglátjuk. Rácsuk? Szóval nem. Akkor kivitetjük. A voksámvirággal, vagy nem tudom. Megkérjük, hogy... Van futárcége, vagy nem? Nem, nem. Most rácsáért hátamol. Na figyelj, Dani, van szólásmondásunk, híres emberünk, városunk és állatunk. Legyen az állat. Az állat legyen? Igen. Legyen az állat. Nehéz? Könnyű állat, ne, szerintem. Ne, egy kezetben elfér. Az is. Egy kezetben elfér, nem nehéz állat. Vannak ennél sokkal nehezebb állatok. Menjen? Menjen, igen. Na nézzük, jó. De te nem lesz rossz kedved, még ennél jobban már nem tud lenni. Tehát nem kerülsz lejjebb, ha esetleg nem sikerül. Nem. Na figyelj, akkor indítjuk az órát. Fél perc, tessék! Bmalagnodráv. Ajjajjajjajjaj. Mutatjuk még egyszer. Bmalagnodráv. Nodrá. Árda. Dodnáv. Rodnáv, ez a vége. Vándor. Kmalag. Galamb. Vándor galamb. Jól van! Hát, így van! Dani, te kis huncut! Így van, vándor galamb. Nem volt könnyű, ez nem volt könnyű, sok a másra hangzó benne, és ez mindig kicsit nehezebb. Igen. Lögdösted elég szépen ja, előre. Te itt, hát ha jobb kedved lesz. Igen. Hát ha jobb kedved lesz. Jó? Köszönöm szépen. Olyan jó hallani, ahogy örülsz. Hát tényleg. A boldogsága, hogy elönti a kis szívedet, hogy megvan a vágyott ajándékcsomag. Milyen szép érzés. Az, igen. Jó. Nálunk le kell tennem, én mindjárt sírom magam. Komolyan mondom, nekem eddig jó kedvem volt, de most mindjárt leöntöm magam benzin, nem, de az Airplane-be, és így meggyújtok egy gyufát, valaki, ha nem fújja el, fölrobbantom magam. Tanikám, erőt, egészséget, legyen jó napod, igyál valahol egy jó kávét. Én tudom, milyen kávé nélkül indítani a reggelt, mert néha én sem iszom, az nehezen megy. De valahol így áll egyet útközben, és akkor jobban leszel. Jó? Jó, köszönöm szépen. Jó, oké. Okay. Sziasztok. Következő dalt neked küldjük, jó? Figyelj, éneklünk neked egyet, hát ha jobb kedved lesz, jó? Köszönöm. Oké, hallgass meg. Ciao. Hello. 3, 2, 1, és... Daninak, hát ha jobb kedved lesz. Török dalocska, gyerekek még. Köcsök kurva, köcsök kurva, kulla rende rende. Kulla rúgjon, kulla rúgjon, kőszé rinde rende. Hát ha jobb kedved lesz, nem? De most komolyan. Jelezzük mindenkinek. Hogy ez egy török népdal gyerekeknek. Így is van. Kicsi béka, ugye? Ezt jelenti csak. Köcsök kurva, kicsi béka. Jó, csak mondom, hát valaki lemaradt az eredeti verzió. A félrétesük elkerülés a véget, kedves. Így van. Nem, már mindegy. Ott már nem büntetnek. Jó hírem van, Jani, Klaudia viszont jön kávézni. Na! Igen? Hol? Hát itt Klaudia. Komolyan? Aha. Tehát nem sokára szül. Így hogyha elengedi a patakit. Nem, hát gyerek, mindjárt szül, és vegye hozzánk kávét. Tehát meg koffein, én áldott állapotban. Valaki elfogadta a kávédat? Igen. 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 Nekem nem főztő kávét, kérdezi Klaudia. Klaudia, ha bejössz, kapsz gyere, egy kávét. Gyere, kapsz egyet. Te tényleg. Van édesítő, ez nem tudom, hogy van-e, mert hogy ez nagyon iszák, de hogy krémpor az van, tejszín van, tej van, de fel is verem neked. Nézd. Hát, és szerintem maradjunk a kávéfőzésnél. Most, ja. Jó, legalább... Ha valami öröm, mert nekem is legyen már. Én azt gondolom, hogy ezért nem menjünk túl messzire. Először legyen egy kávéfőzés, aztán majd látjuk. Van barna cukor, van fehér cukor, és másfél cukorról nem tudom. De szeretettel várunk, Klaudia, gyere. Gyere be, Klaudia. Jó, legyen nálad valami milyen ismertetője.
mit tudom én. Négy személy, egy diák igazolvány? Nem, egy stop tábla. A legkönnyebben beszerezhető. Stop tábla és két dámszarvas agacs. Igen, M3-as bevezető Szerencs utcától befelé araszol. M35-ös Böszörményi pihenőnél van egy kamera, vigyázom mindenki. M5 Szeged felé a 77-es kilométernél trafit szerelnek össze, kicsi Krisz küldte nekünk. M7-esen Budapest irányában a Pákozdi pihenőnél elkezdték készíteni a drágaképeket, és Szekalom Békés Csaba felőli eső részén a Debrecen felől érkezőket mérik. Valami nagy ellenőrzés van ma, nem? Az, három az. Napon keresztül, nem csak ma, holnap, holnap után, csütörtök egész estén. Európában. Igen? Egész Európában egy, ellenőrzés? Igen, ez egy nagy európai Európában. Összefogás. Az unió utolsó szívdobása. Körülbelül ott az utolsó közös szívdobanás. Na jól, vigyázzatok, jó? Mert sokat rakjuk. Zuhanyoznom, helyünk, Klau. Szeretem, mikor fabulon illatot van. A legjobb, hogy sem vagy zuhanyoz. A fabulon tusfürdőt, de azt nagyon szeretem. Az a baj, hogy most elfogyott a zöld alma, amire tuszappanom, de hát ha találok még valamit a kézmosóban, ami fertőtlenít. 5 perc, pontosan 8 óra. Ha van friss közlekedés, hírjétek, akkor küldjetek el nekünk. Jó, mi pedig jövünk a hírekhoz. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 8 óra után 8 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, kilövöm a tévét, várjatok. Csak együtt nyilatkozik Lajcsi és, kilőtted? Lajcsi és Gesztesi. És ezt meg kellett, nem? Ketten együtt még eladható. Hát közben ki. Mi van? Ja, igen. Igen. Fotó készül, mosolygunk. Istenem, ingyen autópálya van. Aja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 j
köszönjük, nagyon kedves vagy. Mi az? Kaptunk kolbászt. Mi az? Kaptunk kolbászt. Csabai kolbászt. Csabai kolbászt. Kiváló. Kibédi Varga Lajos, a mindent tudó, tehát autópályamatrica és kolbász. A két de megígérte, hogy hoz nekünk kolbászt, és hozott. Rendes. De rendes. Nagyon rendes. És amikor befizettél, akkor mondta, hogy ekkora összegű befizetésnél már ajándék kolbász. Nem, amikor beszéltünk vele telefonon, mondta, hogy ő be fog egyszer jönni. És be is jött. És most, és egyszer csak bejött. Igen. Uh-huh. És megérkezett, és hát beváltotta. Igen. Szerintem bejött az igen, Balázs mondta, és be is jött. Nem azt mondta, hogy nekem bejön majd, hanem hogy bejön ide. És hozott kóbászt. De rendes vagy. Én is köszönöm, mert kézfogást. Neked hozott pendrive-ot. Tényleg? Aha. Hány gigás? Mi az? Hány terrás? Aha. Az milyen lenne? Most tolták be kézikocsival. Na, jó, nagyon rendes tőle, nagyon kedves. Ő kedves, és egyébként mindig nagyon készséges, amikor felhívjuk. Vannak olyan szóvívők egyébként, akik nem ilyen készségesek, ő pont az üdítő kivételek közé tartozik. Igen. Az üdítfizetési szolgáltató ZRT kiváló munkát végez. És egy nagyobb készpénz összeget hagytam ott, úgyhogy... Úgyhogy mondhatod. Mm-hmm. Abból vették ezt. Én is mondtam neki, hogy értem én, nagy befizetés volna, de hozhatatok volna valami több ajándékon. Te legyártattak belőle 20 ezer darab pendrágot. Pont most mondta, hogy fizetésemelést kapott, meg előre léptették, úgyhogy ezt neked köszönheti. Tökre megértem. Uh-huh. Egy szabad szemmel látható összeget hagytam ott. Na, még egy fizetésemelés is belefért belőle. De 10 évre előre. Jó, hát ilyen hülye, aki hülye, az megérdemli. Tényleg. Mindegy, nem érdekes. Nem, matricát, akkor fizessél. Ha ez az ára annak, hogy jó fejek legyenek velünk, akkor menj föl matrica nélkül mindig az autópálya. Három darab kolbászért, büntessem magamról már. Hát azért három, inkább megvettem a megye matricát, meg mindent. Jogkövető állampolgárként, igaz, hogy későn, de legalább most már van. Hello! Nem 3.0-as USB. Az? Nem, jó ez. Na, összekészítettem egyébként, bocsánat, közben a Klaudiának a szettet. Na, jött Klaudia kávézni? Így van. Klaudia, amire számíthatsz a kedvességemen és a mosolyamon kívül, az, hogy ez találtam barna cukrot, nyírfa cukrot, találtam stíviát, kapsz egy eszpresszót, vagy egy kapucsinót, attól függ, hogy miért kész van, tejszín, meg van tej, laktózmentes is van egyébként, és kapsz még egy dedikált autogram kártyát is a te nevedre. Ha már várjál, nem csak egy Józsisat találtam. Igen, szeretettel Balázst a Józsinak. Össze van készítve gyönyörűen a szett. Tehát ha jön, várja a kis kávéja. Jó, rendes vagy te. És innentől kezdve hát tényleg bármi csajozás lehet. Már csak tudod. Így van. Már csak így ötven felé van. Az ember boldog, ha csinálhat egy kávét, hát én ezt megértem. Abszolút. Zene is olyan lehet, hogy személyt akarsz, bármit fog a rádión. Ha akarod, akkor mit tudom, valami lassú, jazzesebb, komoly zene Bartokról, cigány zene Dankóról, amit akarsz. Mindent össze tudunk tenni. Minden közvetítés a Mária rádióról. Így van. Egy pendrive-ról lenyomom neked a... Mit tudom én.
Tegnap nagyon durva élményem volt, ha már autópálya. Képzétek, hogy mentem az autópályán az M1-M7-esen kifelé, és megláttam magam mellett egy másik autóban a Lilut. Ült a kis csapatával. Uh-huh. És téged keresett. Ült a másik Krisztában, még talán a hadas, nem tudom, tehát hogy mentek valahova. Forgatni, ugye keresem a családomat. Valószínű, hogy oda mentek. És beálltam elé, és néztem a visszapillantóba, hogy merre megy. Kikanyarodtak ott, M1, M7, Depó, Török, Bálint, jönnek ők is. Megyek előttük, nem szóltam, hogy én megyek előttük. Megyünk Török, Bálint, Érdi, jönnek arra a merején. Hú, mondom. És bevillant, hogy mennyire durva lenne, hogy csak megérkeznének oda, és egészen eljöttek majdnem oda, ahol én lakom, ott aztán elmentek a körforgalom, és más irányba mentek. És kicsit rászorongtam, hogy milyen durva lenne, ha egy Lilu meglepni, és bejelenteni, hogy egy Club Rotation forgatás után van egy 17 éves fiam. Ja, tényleg. És igazából nem mertek szólni, mert tudták, hogy mondjuk nem vállalom a forgatást, de ők szembesítenek ezzel, és ott a ház előtt egyszer csak ott áll a komplett stáb, egy szőkehajú, magas, kisportolt fiú, és azt mondja, hogy apa, végre megtaláltalak. Anya mégse szedett gyógyszer. Anya nagyon átvágott. Mellettem jöttek, és rá is írtam, mondom, meglátlak, szorongani kezdek. Ugye nem hozzám hoztok valakit, írtam. Igen. Ugye nem az én családomat találtad meg. Aha. Ne, egyes volt aztán a SMS. Török Bálint Lilu, és ezt minek adjátok el most? Kanadának? Elrohadék vagy. És átfutott az anya, hogy mit csinálnék akkor egyszer, csak beállítana. Mit számít már? Hát mit számít? Hát miért 17 éves állítás, hogy megjön? Már nem is haragudna a Viki, már nem is érdekel. Nem azért, hogy a Viki haragudna, hát akkor én nem ismertem a Vikit. Mi lenne óriási sztori? Mi, hogy van egy gyereked, aki a te véred, és 17 évig azt se tudtad, hogy mi van vele, és most meg odaállik. Nagyon fura lenne. Nagyon kemény. Szerintem most így megpörgetne. Plusz. Hát ez az utcán szólna, mert nem egyetlen, mire gondolsz. Ott az utcánkban. Figyelj, tehát hogy lenne miről beszélgetnetek. Hát de nem csak lehet, hogy lehet, a bulvársajtónak is. Jó, de most ne. Na mindegy, hagyjuk a bulvársajtót. Hogy történne a beszélgetés? Kisfiam, mondd el, mit csináltál az elmúlt 17 évben, az én életemet tudod. Apa. Nagyjából ez lenne. Olvasd el a Wikipédián, apád mit csinált? A YouTube-os videóit ne nézd meg. Arra apád se olyan büszke. Isten, hol kerülsz elő a Lajos? Hát ért. Ennek a kettő kicsinek is lesz elég baj, és most még te Lajos, is. Lajos, ne hívják már az eltűnt gyerekemet Lajosnak. Mert ne legyen már Lici Lajos. Mi a bajod a Lajosnak? Lajosnak hívják is kész. Akkor először átkereszteljük. Tehát onnan indulunk, hogy átkereszteljük. Ne legyen már Lajos. Hát legyen mit, hogy Dezső, vagy bármi, de ne legyen már Lajos. De Lajos. És legyen fura neve. Mondjuk legyen Zugevő Lajos. Zugevő. Hogy hívnak? Zugevő Lajos. Zugevő Lajos vagyok. Van itt valami harapni való? Persze. Be tudok hozzátok menni harapni valamit? És itt nagyon néznek hogy körbe. Hogy Lajos. Milyen Lajos? Zugevő Lajos. Van itt valami az éles kamrátokban? Gyere be, kisfiam. Nem, és elképzeltem azt a szituációt, hogy leülsz a nappalitban, 17 évesen egy vadidegen fiúval, akiről kiderül, hogy a gyereked. Igen. És az anyára hasonlít az a kedves kubai szövőnőre, aki 2 évet dolgozott a kis textben. Mielőtt visszament Havannába. Igen, olcsó munkaerő volt, áthozták a Havannába. Viszont úgy sodorta, hogy senki. Na, és aztán lefordultak is, akkor ez nem történt meg. De hogy azt már, hogy nem tudod, hol elkezdeni. Hogy kik megfordultak, többen voltak. Nem, hogy más merre mentek, és akkor ott felélegeztem. Aki anyja lehetett volna, lefordult rólad még időben. Igen, megálltam Kelenföldön. Nem, mindegy, szóval ezzel csak így eljátszottam. És a mama bejelentett 17 évnyi tartásdíjat, hogy akkor azt kérné egybe. És hogy van egy 16 éves fiad, és hadas Krisztlátó. Hadas Krisztlátó van egy úristen. Ki az anyám? A műsor közepén. Jézus már. Na jó, hát azért az csak nem. Na. Ide valaki istenes Bence, de Bence nem lehet. Ne, tehát 10 év van köztünk, a Bence nem lehet. Bármennyire is hasonlít. Bármennyire is hasonlít, egy csóvi, de ő nem a gyerekem, ő az öcsém. Igen. Tehát 10 évesen azért az erős lenne. Trafi van az M3-os 257-es kilométerén Nyírbátornál, Vásáros Namegy felé. Az M5-ös, M85-ösen Csorna irányában mérnek a 11-es kilométernél. M5 Szeged felé a 77-es kilométernél szerelik a trafit, vigyázzon mindenki. Szerencs utcától befelé. Araszolás az M3-ason. És igen, azt mondja, hogy a Bösszörményi pihenőnél a kamera az M35-ösnél van. Jött egy kis helyesbítés. Pákozdi pihenőnél szintén mérnek, Szekhalom Békéscsaba irányá felé eső szélén mérik a Debrecen felé haladókat. Nagytarcsai kihajtónál trafi, Gyoma Endrődnél trafi, Mezőturba kifelé. Tele vagyunk trafival. Na, jöttek már kávézni?
Nézze, hát az a baj, persze mindenki rárepült a témára, Claudia vagyok, sétek, csak trimmelem maga, várj meg Jani. Tehát ez nekem nagyon szimpatikus, egy tókus vazelint Claudiának. Tehát, hogy jön minden. Dezső vagyok, 30 éve 120 kiló. Te hangod az apu a rádióban? Dezső vagyok, 120 kiló. Most mi a baj azzal, valaki 120 kiló? Diszkrimináció. Semmi bajom nem lenne azzal, ha lenne egy gyerekem, aki 120 kiló. De a Dezsővel igen, mi? A Dezsővel komolyabb bajom lenne egyébként. Igen, azt mondtad anyumnak a szelektív hulladékgyűjtő mögött, mielőtt csúnyán elbántál vele, hogy visszahívott. Szelektívet óvott akkor. Jó, ja, hát mind. Lesz majd Juli? Lesz. Miért? Ja, csak kérdezem, ez már elvárat, nagyon ja, ne, várja. Ne, csak be kell vásárolni a hétvégére. Ja, le kell adnom a bevásárló listát. Olvastátok azt a cikket, igen, hogy Kínában mi történt egy férfival? A tévedésből megműtötték? Elképesztő a történet. Folyosón várta, hogy a felesége megszűjön. Teljesen bizarr a történet, de próbáljuk el. Látok, hogy sápat. Próbáljuk elképzelni, hogy ez hogy történt. Mert hogy őt megműtötték. Ez a Kínából érkező sztorik egyébként mindig szenzációsak. És arról szólt a dolog, hogy ahogy mondtam, ő egyébként 29 évesen várta a feleségét, aki bent szült. Ez a kínai sajtó jelentette. Wang, de miért ennyire közhelyes ez a sztori, hogy van, a Wang vezeték nevű férfi elmondta, persze, hogy 40 perce várakozott a műtő előtt, ahol a neje császármetszés, a nején császármetszést végeztek, amikor a szomszédos műtőből egy orvos kijött, beparancsolta a helységbe, majd felszólított, hogy vegye le a nadrágját. És megcsinálta. Igaz, igaz. Menjünk végig a története, mert érdekes, igen, próbáljuk felgöngyölni, hogy ez hogy zajlik valójában, hogy mi mit tennénk hasonló helyzetben. Wang azt mondta, hogy magyarázatot követel erre a viselkedésre, de oké, csak annyit mondott, tegye, amit mondanak. Lássuk a Wangját. Attól tartva, hogy ki fogják nevetni, ha többet kérdez, mondta Wang, engedelmeskedett, majd lefeküdt a műtőasztalra. A gyorsan végre is hajtották rajta a műtétet, egy aranyér eltávolít. Hát akkor jól járt, hát volt neki. És véletlenül is egy Wang, igen. Wang az eset után magyarázatot követelt a kórháztól a hihetetlen eset miatt. A kórház közölte, hogy tévedés történt, 5000 jön, most nagyjából 200 000 forintos fájdalomdíjat ajánlottak fel, hozzátéve a férfinek, egyébként tényleg volt aranyére. Hát na, akkor örüljön neki. De lehet, hogy egy másik Wang be volt írva aranyér műtétre, ott ugye sok a Wang Kínában. Ugye? Tehát egyébként ez lehet simán. Várj, nézzük meg, hogy történik. Állsz ott kint. Ott te vagy Wang. Én állok a falnál, van, izgulok. A falnál az nagyon izgulsz. Igen, anya kicsit miatt. Ilyen pszichózisban vagy, nagyon izgulsz, nem tudod, mi rá, van. Ugye, amikor a feleséget szül, akkor eleve nem tudod, hogy mi történik. Tehát ez egy fura, egy kiszolgáltatott vagy. Elképzelhető, hogy egy doki rád parancsol, hogy menj be abba a szobába. Én még oda bemegyek, azt hiszem, hogy ott közölni akarnak valamit, vagy ott várhatom majd meg a feleségemet, vagy ott adják oda a babát. Én még oda bemegyek, nem? Igen. A szobába még bemegyünk. Wangok vagyunk, bemegyünk a szobába. Sápat vagy nagyon. Sápat vagy az arcodtól. Ja, azt mondjuk, hogy nagyon gyorsan üljön le, igyen egy pohár vizet, mérnek nálad egy vérnyomás, is kiderül, hogy nagyon magas a vérnyomás. Mi lehet az oka? Gyorsan egy gyors csekkolás, egy felülvizsgálat. Kiderül, hogy az izgalomtól kijött az aranyered. Tehát annyira pulzált a szíved, hogy kijött az aranyered. Így vert a szíved, így, és kijött az aranyered. De azért, ha feküdj le az asztalra, ott azért már kellett volna, hogy valami derengett. Ha letolja a nadrágját, az szerintem az még gyanúsabb, mint az asztalra fekvés. Igen, tolja le a nadrágját. Ez már nehezen megmagyarázható. Uh-huh. Valószínű, hogy a kínaiak egyébként ilyen nagyon jól irányítottak. Tehát... Jézusom, akkor mekkora. Tehát a kínaiak valószínűleg az alázat és a doki iránti tisztelet az erősebb, mint bennünk, tehát ott van ez az alá fölé rendelt viszony, ott neked valamit mondanak, azt te végrehajtod. A told ne a nadrágodat, az már azért egy picit erős. Mit gondolhatod közben? Egy érdeklődő orvos. Továbbképzés. Ha feküdj fel az asztalra, azt el sem tudom képzelni. Hát az nyilván nem fekszel fel. Jó, nem? Meg az, hogy ott abban a pillanatban meg is műtenek, tehát hogy azért az, hát nem, nincs valami altatás előtte, vagy ez náluk helyi érzéstelenítéssel működik, egy ilyen műtét? Tényleg nekem még nem volt, de én úgy gondolom, hogy ez egy picit bonyolultabb, összetettebb dolog, mint hogy feküdjön fel az asztalra. Ne, az ilyen hamar megvan. Semmi, oda mész, elkötik, kiégeti, viszlát. Azt hiszem. Nem ma elkötik és kiégetik. Igen, azt hiszem úgy van, hogy így körbe... Kiégetik. Igen, leégetik. Én úgy tudom az aranyeret, nem? Na, őszintén, valaki kinek volt? Senkinek? Mi?
Mi? Én csak kérdezem, hogy őszintén kinek volt, nem értem úgy. Hm? Nincsen. Mert mindig úgy fészkelődtek ülés közben, nem? És az ülő úgy párna is gyanús. Balra ültek, jobbra ültek, úgy látom, hogy egy nagy fészkelődés az van. Az enyém a legszarabb. Fotel, azért fészkelődök. Teljesen én... életszerűt le, hogy valaki így végrehajtsanak egy aranyéb műtétet. Ezt nem tudom egyszerűen elképzelni. De amikor már mesztelen vagy fönt fekszel, akkor meg már nem tudom, hogy csinálják. Lehet, hogy észre, annyira profi, hogy észre se vett. Csak mi ez az éget szag? Már semmi. És kiégetik az aranyelét. Szerintem... De milyen jó, hogy nem egy komoly szívátültetés, vagy egy bypass műtét, aha, vagy valamit, nem? Képzeled, és megjelenik egy maszkos csávó, altatógázt tesz a fejedre, szépen bealszol, és közben van egy vesált ültetésed, igen, nem? Igen, felébredsz, és magad mellett ott találsz egy tőlem én egy doboz desszertet, némi vágott virágot, meg egy cetlőt, köszönjük a vesét. Igen, egy doboz virágot. És hirtelen elkezdte tépni le magadon a pólót, és találsz egy vágást az oldalagon, 30 darab öltéssel. Teljesen életszerűen, én az a baj, el tudom képzelni. Tehát ezen el tudom képzelni, hogy bizonyos embereknél nem, én a kínaiakat én nagyon irányítottnak oda. Én voltam Kínában, és ott tényleg, tehát a japánok és a kínaiak is baromi furcsák. Tehát Japánban teljesen megszokott dolog az, hogy van egy építkezés, és az építkezés elején áll egy ember egy táblával a kezébe, és amit egyébként te kikerülnél, mert ott van nem tudom, hogy esztergagép, ő egy táblával integet neked, hogy ott van egy esztergagép, került ki. De, és 12 órában az a feladata, hogy egy táblával szóljon, hogy a következő pillanatban ott van egy gép, az került ki, vagy lesz egy lépcső, azon lépjél le. Három ember irányítja csak az embereket az építkezésnél, hogy ott lépcső van, vigyázz. És erre beállítanak egy embert 0-24-be. Ki táblával jelz és integet, hogy vigyázz, lépcső. És megköszönik a japánok, és észreveszik a lépcsőt, és lemennek. De teljesen beteg. Te egyébként is látnád. Nyilván látnád, de oda állítanak egy embert, akinek az a feladata, hogy szóljon, hogy ott lépcső van. Hát nálunk meg egy lapátoló mellett mindig van 10 revizor. Igen, aki figyel. De nem, mert nekik is van lapátjuk, csak ők támaszkodnak. Igen, meg egy picit gyorsabban. Nekik olyan gépesített lapátjuk van egyszerre, 4 munkafolyamatot végezés. Ilyen műtétes dolog Magyarországon is volt egyébként, mandulával. Hogy valaki várakozott? Mandula Petrával? Nem Mandula Petrával, hanem hogy mandula. Hívjuk csak Petrát. Miért kell ilyen szigorúan külön, hogy mandulával? Ne, bement valamiért látogatni. Hogy volt az, nem emlékeztek rá, pár évvel ezelőtt bement látogatni valaki, és akkor közben ott őt kivizsgálták. De ő is így csodálkozott, hogy most ahhoz kell, hogy bemenjél egy műtött emberhez, tehát egy nagyobb műtétje volt annak, akihez ment, és akkor mondták, hogy jó, akkor kérjük a következőt, ő ott állt, bement, hát megnézték, szólsz, és mondták, hogy jó, akkor ez befekvés, ahogy megvan beszélve, kedves beteg. Ha csak látogatóba jöttem, jó, ezt bárki mondhatja. Igen, jó, most már ne visszakozzunk. Ja, igen. És ott volt, és valami volt, igen, ez volt a sztori vége, hogy úgy vették ki a manduláját, hogy ő tulajdonképpen nem azért ment be. De ő is jól járt, tehát mint az aranyeres. Na, drága hallgatók, te írjatok már, hát ha találunk olyan hallgatót, akin valamit elnéztek, és nem azt csinálták meg rajta, amit meg kellett. Tehát befeküdt, írja egy hallgató, Balassa gyarmaton kórházban történt, bokatörött és bokaficam két különböző ember, egyik legény búcsú, másik vőlegény. Összekeverték éket, a bokatöröttet hazaküldték, a ficamost megcsavarozták. Azóta se jár normálisan. Jézus Atya úristen. Hát ha találunk tényleg valakit, aki talált magában egy ollót, vagy belevartak valamit, vagy elnézték, és mást műtöttek meg rajta, mint igen, amit meg kellett volna. Meg te a tojást kakilt meg. Na, én hallok, de ilyen történeteket egyébként tényleg hallani, hogy műtét közben egyébként benned hagynak dolgokat. Tehát ugye, hogy tesznek, vesznek, végig mennek egy listán, de hogy a végén mégiscsak marad benned valami, amit ugye hát nem vesznek észre, csak aztán nem tud becsekolni feljegyem, mert mindig jel ez a kapu, és nem érted, hogy már nincs rajtam sem ott, hát elhagyom. Már megszellemű vagy, érted, megy a járatod, és még mindig baromira csipogsz, aztán kiderült, hogy benne hagytak egy bozót vágót. Szóval írjatok már, drága hallgató, aki átesett ilyen fajta orvosi műhibán tulajdonképpen, hogy nem azon testrészét műtötték meg, kötözték be, gipszelték be, látták el, nyúltak hozzá, kezdték el vizsgálni, tehát nem kell menni végletekbe, tényleg a jó lábával történt valami, csak más kezdtek el rajta gyógyítani, mint amivel ő valójában oda ment vagy oda küldték. Aki így felébredt, és akkor mondták neki, hogy sajnos nem tudtuk megmenteni a jobb lábát és a beteg balt. Nem ilyen végletekre gondoltam. Igen, a műtét sikerült, ez a jó hír, a rossz hír, hogy elnéztük. De nem erre gondolok, hanem amikor ennél enyhébb esetekre.
amikor egyszer csak tényleg félrekezeltek benneteket, és valami egészen mást kezdtek el rajtatok meggyógyítani. Rossz fogfúrás? Neked? Nem neked volt? Ja, hát de kifúrták a rossz fogadat? Nem, hát ez vagy a jó fogadat? Nem, a főorvosú nyugdíj előtt még egyet gyorsan. Egy bosszú az összes, egy gyorsan csiszolt még, és ez az én fogam volt, amit csiszolt, és így szerintem egy picit így elgondolkodott az elmúlt évtizedek sikeres beavatkozásai meg, hogy milyen hosszú időt töltött el az STK-ban, és hogy mennyire szerették a kollégák, és közben fúrt, lendületlenül, és átvette az összes ajándékcsomót, éppen akkor köszöntötték föl, elmondták a köszönő beszédet. Fúrt még egy kicsit, mindenki a nyakába borult, megkapta az ajándékot, az évi prémiumát, csak fúrt közben, csak fúrt. Igen, nagyon ült az aranyórának is. De mi, ő elnézett valamit a fogadban? Hát egy picit elidőzött fúrás közben így, és... Nem lehet, hogy elaludt? Ja, de benne volt ez is a pakliban. Néztél, csuka volt a szám, amikor elnéztél? Nagyon fura volt egyébként, hogy a homlok az én homlokomon támaszkodott hosszú percekkel keresztül. doktor úr, nem lesz már elég? És lemetszett a... Meg igen, megaludt egy picit a teljes szájában, és ugye eltüntette a fél fogamat. Nem kellett volna, mert nem volt annyira lukas. Igazából csak egy sima tömésre jelentkeztem be. Valószínűleg egy picit már a vérnyomásra problémák voltak. Leesett a vérnyomásra, elaludt. Igen. És lefúrta a gyökér csatornáig. Kivette észre? Fölébresztették, hogy megszólalt a telefonja? Hát oda nyúltam a nyelvemmel, és nem találtam fogat jóformán. Ott azon a részen, akkor az egy picit problémás volt. És ugye az volt a baj, hogy a peremet is lecsiszolta, és nekem azóta is van egy finom kis problémám ezzel a foggal, de mondták egyébként, nagyon kedves, nagyon rendes ember volt, és hogy egyébként a szakmája mestere volt. És 60 évig csodálatosan dolgozott. Igen. De miért mindig te futsz ezekbe bele? Komolyan mondom, nem értem. Hát, mert te hagyja elrohadni a fogaidat. Ez is igaz. Én nem járok kérni Mengele inkarnációkhoz. Akik elhalszanak fogtömés közben. Jó, de adottakról vagy jótat sem. Úristen. Ide egy hallgató, hogy tökéletesen igaza van egyébként, jó felvetés, hogy soha nem érik utol a kínaiakat. Nálunk egy vakbőrműtétre 3 hónapot kell válni, náluk csak arra jársz és megoperálnak. Tehát ez a kínai egészségügy, de tényleg. Tehát itt egy csípőprotézisre a várakozás, nem tudom, 1000 nap. Elébe mennek a dolgoknak. 900 nap, ha nagyon iparkodnak, le tudják mondani 600 napra. Ott meg bemészül a feleséged. Kettőt egy csapásra. Nem is volt aranyám, de lehetett volna. Most már nem is lesz, bevartuk a fenekét. Nézd, ezzel a csömbf keresztül fog most már kaki. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Mit néztek el rajtatok? Milyen kezelést akartak végezni, mit végeztek helyette? Mi történt? Hogy történt? Küldjetek el nekünk SMS-ben. Jó, egy kicsit kutakodjunk a magyar egészségügyben. Nem bántva őket, mert harcias csatát vívnak minden nap, de hát azért vannak ott is néha műhibák. És Claudia írja, hogy most akkor jössz vagy nem jössz, tartsa meg melegen a poharat, vagy sem, tényleg. Úgy érzem, Jani átlépett a szakítás fázisába. Tehát várakozás, reménykedés, durculás, szakítás, harag, elengedés. Mit szórakozol, mert mit hűítesz? Megvannak a különböző állomások egy szakításban is. Most a harag korszakában vagy. Majd jön a miért pont én, az elfogadás, ellenállás, elfogadás, beletörődés. Alig tudtam, így is otthon, hogy mit flörtölgetek itt mindenféle idegen nőkkel adásban. Be se tudod a képet? De ennyit ér a szerelem? Kitobok mindjárt mindent a... Na, drága hallgatók, írjátok meg, ha rossz fogatokat húzták ki, jó? Vagy ha másnak hadd nem essünk. Egy perc, ha pontosan 8:30. Legszebb öröm a kár. Hát, és őszinte vagy. Egy perc, ha 8:30 jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 6 perc múlva. Hello mindenkinek. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, arról beszélgettünk, hogy tévedésből megműtöttek egy kínai férfit, aki a folyosón várt, hogy a felesége megszűjön. Behívták, felfektették egy asztal, és eltávolították az aranyerét. Hát most hisszük, nem hisszük, persze nyilván. A kínai sajtó hozta le egyébként ezt a történetet, és így vették át különböző hírügynökségek. A férfi panaszt tett, 2000 forintos fájdalomdíjat ajánlottak fel neki, de a kórház zárójelben hozzátett, hogy egyébként nem tévedtek akkorát, mert volt aranyere. Más kérdés, hogy kerülsz el odáig, hogy felfeküdjél egy asztalra, letold a nadrágodat, és idegen férfiak turkálják a fenekedbe, úgyhogy még mindig nem mondod el, hogy te csak azért jöttél, hogy végre túl legyen az asszony, hogy megszűlje a kicsi kis minget a másik szobában, neked pedig nagyban távolítják már el az aranyeredet. Ez azért kell egyfajta előélet, nem? Hogy az embernek legyen egyfajta rutinja ebben a dologban. Hát vagy alázatosság, vagy konfliktus kerülés, hívják ezt bárhogy. Igen. Igazából azt mondták, feküdj le, lefekszel. Egy köpenyes ember, mondta ő a doki, megcsinálod. Pártunkért, népünkért minden. Igen, én csak azt gondolom, hogy ez lehet a magyarázat. Na és arról beszéltünk, hogy, illetve pontosabban arra kértünk meneteket, írjátok meg nekünk, amikor veletek kapcsolatban hibáztak, nyilván könnyedebb történeteket várunk most, tehát nem akarunk mi nagy orvosi műhiba pereket felgöngyölíteni, csak amikor azt láttátok, hogy rossz bokátokhoz nyúlnak, rossz fogat kezdtek el kezelni, vagy a műtét után jöttetek rá, hogy nem egészen ezért feküdtetek be a kórházba, ami történt veletek,
Azt hittük, egy-két történet fog jönni, de rengetegen írnak, hogy mit néztek el rajta, rajtuk. A hallgatóink közül hihetetlen sok SMS jött. Van egy hallgatónk a vonalban, halló, jó reggel. Jó reggelt kívánok. Tibor, hello Tibor. Szia. Sziasztok. Megműtöttek rajtad valamit úgy, hogy nem kellett volna? Nem egészen. Lényeg az az, hogy én 90-es években lettem volna katona az elején, 74-es vagyok, és hát meg akartam úszni. És volt egy családbarát orvos, aki azt mondta, hogy menjek be, a térd az jó lesz, mert én amúgy is fotballoztam, és mondta, hogy a térd az nagyon jó lesz, ír egy ilyen papírt róla, és akkor menjek be utána a János kórházba, és majd ott majd intézzük a többit. Uh-huh. Csak én elnéztem az dátumot, tehát én egy nappal előbb érkeztem, mint ahogy kellett volna, viszont ez a papír ugye mondta, hogy hozzam magammal, tehát hogy teljesen hivatalos legyen. Ezt én odaadtam ezt a papírt, akkor egy másik orvos volt, és mondta, hogy hát akkor nagyon szerencsém van, mert pont van egy üres hely, és akkor befekszem. Én megmondtam, hogy milyen profik, meg is csinálják így az egészet, hogy teljesen nyoma legyen, hogy mindenki figyeljen rám. Aha. És akkor beültettek, kaptam egy spinális érzéstenítőt, erre is mondtam, hogy milyen profit, már eddig biztos be kell szúrni ide hátra, hogy lássák, hogyha esetleg valaki... Júj, de nagy! Hogyha azt is megnézi. És akkor megtörtént a műtét. Másnap, ugye én hát ilyen félkomásan így fölkeltem, gondolom jött be a dokim, megnézte, hogy kit műtöttek meg előző nap, és meglátta a nevemet. Futott be, és pörjöngött, és mondta, hogy mit csináltam, hát ma kellett volna jönnöm. De akkor megműtöttek? Hát meg. Hát így kezdtem a beszélgetés, hogy téged megműtöttek volna, mert nem kellett volna, és azt mondta, hogy nem egészen, aztán elmesélted, hát, hogy megműtöttek volna, igen, megműtöttek, jó, hogy nem kellett. Tulajdonképpen igen, csak hát nem, igen, tehát nem mást kellett volna megműteni, meg semmit nem kellett volna tulajdonképpen megműtene. És meg a műtét előtt is mondtad, milyen hitelesen. Tulajdonképpen egy artroszkópiás műtét volt, tehát nem volt egy olyan hú, de komoly, de hát azért mégis megcsinálták. Hát azért műtét. Gondoltad, ezek hitelesek. Egy profi. Úristen. És én végigmondtam, igen, hogy ez milyen. Tiszta vészhelyzet. És utána mondjuk nyugtass meg, hogy legalább nem vittek el katonának. Nem. Azt lett volna a csavar, hogy megműtenek, nem kellene, hogy megműtsenek el a szegélyt. Alkalmas, mert. És mondták volna, hogy nem, hát Tibor, ne vicceljen, hát ilyen kis sebesülés nem számít, ez jöjjön csak katonának. Nem, jó lett a zárójelentés, úgyhogy. Ez kemény. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszönöm. Hello, szia. Nagymamámnál 80 éves korában vakbélműtétnél talált a gészt a hasüregben. Utoljára 30 éve volt kórházban kisebb műtét miatt. Balázs küldte nekünk. Térd műtét előtt az ápoló jött be a szobámba, hogy leborotválja a lábam. Csak az volt a baj, hogy a bal lábam helyett a jobbat kezdte leborotválni. Még időben szóltam, érte nekünk Patrik. Orsővény műtét után az utolsó tampont bent felejtették az orromba. Műtét után 4 héttel sem éreztem szagokat. Ízeket kezdett gyanúsán válni, hogy valami nincs rendben. MacGyverként otthon apukám tubifexes csipeszével megműtöttem magam, a gáztűzhely lángjában feltörtlenítettem a csipeszt, és kiszedtem. Oh, gyönyörű látvány volt, írja Gabi. Hát és ez nem fájdalommentes egyébként, ez egy picit kellemetlen. Finoman szóval, igen. Kiszedt 1,5 méter gészt az orrodból. Igen. Anyának a gerinc műtétén felejtettek benne egy érfogó kapcsot, 30 év után derült ki, hogy nem kaphatott volna például elektromos kezelést. Amikor visszament reklamálni, azt mondták, hogy jó ez így. Na, most már beépült, adja csak mama. Panasz volt, nem, hát akkor meg. Örüljön. Öcsém bement a 16. kerületi fogorvosi ügyeletre, mert gyökérkezelni kellett volna a rossz fogát. Az orvos röntgen nélkül a mellette lévő teljesen egészséges fogát gyökérkezelte, mikor kijött a tesóm a dokitól, és mesélte, mi történt, el se hittem neki, dia küldte. Az egészséges epémet vették ki téves diagnózis alapján, a doki azzal vigasztalt, hogy bár visszarakni nem tudjuk, de innentől nem lesznek epés megjegyzései. Erika. Betegőd se lesz, nem ehetsz egy csomó dolgot, tök jó. Igen. Egyik exembe hasi műtétnél a törlőkendőt hagyták benne, olyan gyomorkorgása volt, hogy szex közben idegesített. Írja egy hallgató. Nekem is volt ilyen, hogy fogdoki addig beszélt az anyával telefonon, míg túl magasra tömte a fogamat, aztán lefúrta vagy lecsiszolta, de már nem emlékszem, hogy mit csinált. Veszprémi kórházban volt fülműtétem, a profi dokik először túlaltattak, utána pedig a gészt is bennem hagyták. Írja nekünk Matyi. Prostata gyulladással kezeltek a városi kórházban, de nem javult. Maszek orvos azt mondta, nem is volt prostata gyulladásom. A sportorvos megállapított, hogy porckorong sérva az igazi tünet. 3 üzemi orvosi vizsgálaton sem vették észre egyébként. Aha, de bocsánat, de ott azért van egy pár centi vagy méter eltérés, ne a legközelebbi porckorong és a prostatát között.
Lehet, hogy alulról próbáltak eljutni a polckorunkhoz. Igen, azt mondták, ez egy ritka műtét, hogy ne sérüljön a polckorunk, ezért alulra jutunk el hozzá. Kerülő út! A neve multioptipupiloptóm. Nagyon... Bekerül a leszikonokba! Igen. Tegnap voltam fogorvosnál, 37 percen keresztül furtak, tömték a hátsó fogam, majd mikor végeztünk, rutinból végignézte a többit, és megjegyezte, hogy hát itt hátul van egy lyuk. Én megmondtam, hogy ezért jöttem. Mondta, hogy ja, azt ki kell húzni. Az milyen kemény. Fél óráig dolgoznak rajtad, rosszat tömnek. Gyönyörű. Általános iskolás voltam. Mi van, rosszul vagy? Nem, meg vagyok. Ja. Feri feje leesett a pultra. Általános iskolás voltam, iskolai fogászat, nagyon fájt a fogam, fogorvosnő ellenőriz, rendben minden, akkor ezt ki kell húzni, kihúzza a fogat, nagy sohajtások, kimegy, beszélget az asszisztenciával, viszi, majd bejelenti, hogy hát holnap vissza kellene jönni, a mellette lévőt húzta ki. Jó volt, mert aztán két napig az se fájt. Aha, de legalább az rossz volt? Valószínű nem. Ja, hát kellett a hely. Jobban hozzáférjél a rosszhoz. Nagyon fogók el, úgyhogy a mellett lévőt is ki kell húzni. Velem az orrpolipot felejtették, annak ellenére, hogy azért mentem műtétre, hogy azt kiszedjék. Azóta együtt lubickulunk, én is a polipom. Békésabán engem sérd műtétre toltak be a műtőbe, majd amikor felkeltem, azt mondták, hogy nem is volt sérőem, szóval gyorsan összevartak. Karcsi küldte nekünk az SMS. Azért ez igen kemény egyébként. Focistársam bal válla helyett a jobbat műtötték meg, amikor felébredt, akkor vette észre, hogy a másik válla be van kötve. Volt tavaly két TV2-es riport is vele. De azért az is kemény. Nem kell krétával oda írni, hogy XS műtét. De elvileg az altatás előtt X-elnek egyet rajtad. Uh-huh. Ott keréssel lenni, hogy tesó, töröd le, tedd át a másikra, hány maradsz, hogy megbántalak, de nem ezért vagyunk itt. Uh-huh. Fix, de a másik. Jó, az X csak a másikra. Itt van velünk Gellért, hello Gellért, jó reggel. Halló. Halló. Gellért, hello. Szia. Na, mi történt veled? Röviden csak annyi, hogy megműtöttek köldöksérre, az előzmény az volt, hogy már a kivizsgáláson a... köllököm alatt, tehát ilyen 20 centivel lentebb kezdtek el matatni itt az ultrahangon. Erre én szóltam, hogy hát ott nem kellene semmit csinálni, mert nekem köllöksérvem van, nem lágyéksérvem. Akkor föntem ment a hölgy, és megállapított, hogy igen, itt lehet valami, de nem tudja, hogy mit. Visszamentem az orvoshoz, és ő mondta, hogy hát ez bizony köllöksérv, ezt meg kell műteni. Egy hét után kaptam időpontot, és meg is műtöttek, altatás, borotválás, minden egyéb, ami ilyenkor szokott lenni. És mondta az orvos, miután felébredtem, hogy majd egy hét múlva találkozunk, varratszedés, egyetek, és akkor majd mond valamit. Izgultam, ugyan mi lehet, vagy mi nem. És akkor eltelt az egy hét, visszamentem, és mondták, hogy ez bizony nem köldöksér volt, de hát ez csak így egymás között, mert ugye azt írták, hogy köldöksér a műtét kartonjára, hogy ez nem köldöksér volt, hanem csak egy szőrtűsző, ami be volt nőve, be volt gyulladva, és hát altatásba ezt kioperálták. Jézus, hát nagyjából ennyi. Nagyjából ennyi. És akkor nem nyúltak a sérülethez, hogy nem kellett felnyitni? Hát de megvágtak, tehát ez konkrétan ott csepp volt, csővel, mindennel együtt, csak hát nem köldök, illetve a hasfalat azt nem bántották, persze. Aha, ugye, tehát adó kinézte el, aki köldöksérve diagnosztizált. Így van. Kicsit mélyre vágtak a szőrtűzőhöz, de ki itt van. Ennyi. Hogy lehetett a sérvnek nézni? Hát azért az... Hát figyelj, nem tudom. Az igazság, hogy ugye én ott éreztem egy pici csomót, illetve hogyha megnyomtam, vagy hozzányúltam, akkor fájt, ugye mint egy gyulladás szokott. És akkor ezt ők elhitték nekem, hogy ez biztos köldöksérv. Hát én nem állapítottam de ők viszont azt gondolták, hogy ez az lesz. Atya és ebből ez lett a vége, hogy... Nem akartál perelni, vagy valami, hogy ezt elég lett volna kinyomni, doktor úr, nem kellett volna vágni. Hát igen, eszembe jutott, de úgy gondoltam, hogy nincs nekem erre időm, hogy én itt ezzel szórakozok, meg szerintem ez úgy is el lett volna. Tehát a papíron, karton, mindenhol azt jelenti, hogy ez köldökség, innentől kezdve, hogy bizonyított be, hogy nem az. Aha. Igen, hát persze, hát mit tud az ember csinálni, persze, ez kemény. Na, van-e, válts dokit szerintem. Tessék? Válts dokit. Ja, cseréd igen, szerencsére nem járok vissza hozzá, úgyhogy megértem, előtte se utána. Megértem, hogy miért. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Sziasztok, hello. Hello. Na jó van, hát köszönjük a történeteket. Látod, hogy nem csak Kínában operálnak? Ne, kőkemény. Én egyébként a válműtétet nem értem, tehát ott, amikor feltárták a jó vállat, akkor nem tűnt fel nekik, hogy jó. Lehet, hogy az is kutattak, rossz volt. Mégse rossz ez. Józsike Bardissa, akkor nézd meg, mekkora baj van, beteg és nem is látszik. Az még szimulál ezek a mai fiatal focisták elég. Bezzeg a Bozsik cuszujé. Azok csak mentek előre. Na, mutatjuk, hogy mi a beugró hármasugrása. Jó, figyeljen mindenki.
don't embrace. Hát ez... Gyerekek, én kérek elnézést. Mutatjuk még egyszer, figyeljetek. Ó, na, hát ez nagyon könnyű. Szerintük viccelődünk, de... Jó, küldjetek el nekünk. Dalcím, előadó, kettő darab, ha van valami. Jó. Mi van Klaudiával? Mi van Klaudiával? Tényleg. És nagyon csalódott vagyok, Klaudia. Arcon köpte a kapcsolatot. De egyébként tényleg. Tehát most beszéltünk itt félre, meg mellé, meg, de tényleg erről van szó. Klaudia, én mindent beleadtam ebbe a kapcsolatba. Barna cukrot, fehér cukrot, Stevie-át, az Anna Tessi. Paksi Magyarót, tüzérnaskolyát. Így van. Mindent beletettél, amit találtál abba a kávéba. Alól felül baktezodor illatom van, érted? És akkor te meg sehol. Dobott, látod? De te ennyi. Eldobott. Azért, mert a rossz fiúkat szeretik, olyanokat, mint Zsül. Hát figyelj, az, ahogy tombol. Azt megértem, és született rossz fiú. Született rossz fiú. Én meg itt basszus puncsolok, meg mindent megteszek azért, hogy így még későn a B oldal vége felé is. Há? Mindegy, hagyjuk ebből soha ezt a szerelem. Nem vagy még a B oldal végén. A B oldalon vagy, de a B oldal végén nem vagy. A közepén körülbelül. Igen, karcolod. Karcolod, de mindjárt jönnek a lassú számára. Lassan feloltják a lámpát. 9 perc, pontosan 9 óra, írjátok meg nekünk, hogy mit hallottunk, mi pedig jövünk vissza mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello, drága Morning Show hallgatók. Itt vagyunk, folytatjuk. Márus Maroon 5. Kerülje mindenki az M3-as bevezetőt. 7.45-től kezdtem a dugót, és még mindig nem vagyok a BVSC-nél. René, köszi, hogy elküldte. De jó Isten. Dunakeszin a Táborúton a rendőrség előtt állítják a trafit, Geri üzeni, valamint a 8-as főúton Bakonygyepesen egy szöszi rendőrcica méri a Veszprém felől. Budapest felé az M6-oson a 91-es kilométer kőnél, mérnek a pihenőnél, Dandi üzente. Trafi van a 47-es út, 87-es kilométerénél, ezt Kornél küldte nekünk. Az M6-oson a 115-ös kavicsnál a felüljáróról szintén mérnek Szekszárd felé, valamint ezt nem olvasom be, jó? Jó. Jó, legyen így. Pápai elkerülő mérik a Győr felé haladókat, ezt még Szilárd küldte, és trafi van Sopronban, a Bob pályánál a Pécs felé tartókat nézik, ráadásul 50-es tábla van, úgyhogy mindenki menjen óvatosan. Bobot is mérik. Mérik a Bobot is, igen. Kávézós Klaudia vagyok. Igen, Klom. Csak mondom, sajnos most dolgozom, de amikor legközelebb Pestre járok, reggel persze, szívesen persze. Elmegyek, ha még él az ajánlat. Most már kozmetikázod a végeredben. Hogy kikosan azt állj, de ez van. Hihetetlen, még első indult, pár kosarat kapott. Majd akkor majd csinálok valaki Csém. Másnak. Majd akkor csinálok a földes Ádámnak. Csém, te ekkora lúzer vagy. Ezt a minden csinálj meg. Hihetetlen. Abból legalább valami hasznor is van. És nyaller is. Elképesztő, milyen kis nyomi vagy. Döbbenetes. De hát én is gondoltam, hogy máshogy lenne. Tehát külön raktam egyébként nyírfa cukrokat, beleraktam külön egy kis kávésbögrébe, oda készítettem, mondom, a kis stíviát, kerestem ilyen kis kávékavaró kis pálcikákat, amik ugye le vannak csomagolva, vagy még véletlenül se valami, nehogy elkapjon valami szájpenészt valaki. Látod, igazából vannak dolgok, amik nem változnak. Ha 20 éves vagy, ha 46, így sem, úgy sem megy el veled senki randizni. Tök mindegy. Ez a te karmád. A szőke akkor kihagytad, ott ez végig kísér. Ott álltál a Lőrinci ABC mellett, egy szimatszatyroddal, érted, a kis hamis konverzet be, és vártad, hogy megjöjjön az a lány, ő se jött el, és 20 évvel később megint kosarat kapsz. Ez van. Ekkora balek vagy. Mindegy, tehát mindegy. Viszont sokkal bevállalósabb lettem az élet minden területén, ezért a halott szekciókkal is tisztában vagyok az illatos kertből. Mindent tudsz? Mindent. Na jó van. 2-3 fejezetet még írhatnék hozzá. Viszont nagyon jó idő van már a nyugati ország részben. Ezt tényleg? Nem akartam, igen, a keletiek, akik egy picit még szerintem nem sokat látnak ebből a napsütésből, verőfényből, meg derűből, meg mindenféle ilyen földi jóból, amit mi már itt tapasztalunk, örüljenek, mert hogy ott is jó idő lesz. Nyugati ország részben gyönyörű szép idő van, és egyébként itt sincsen probléma. Az Üli úti felüljáron is halad a forgalom, legalábbis egy irány. Igen, ellen viszont az M3-os vezető nem, valaki rám szólt, olvasd be! Most azt hiszem, hogy mit olvasom, mert várjál, mit? Azért 55-ös a vége, 55-ös a vége. 55-ös a vége. Uh-huh. Hát, azt mondta, olvasd be, rám szól. Sokaszos info nincs. Megvan? És mit írt?
azt, hogy földesen a Haladás utcában 600 darab kátyú nehezíti a haladást 200 méter hosszan, hát. Zsolti! És rám szólt, hogy olvasd be, sor, nagybetűvel sok felkeltél. Hát hallja Zsolti az önkormányzatnál? A földesi önkormányzatnál, és akkor majd megcsinálják. Hát azt kell csinálni, mint az a pécsi vagy pécs környéki fiatalember tavaly talán, aki elkezdett saját maga kátyúzni. Szerzett anyagot, elment valahova, szerzett ilyen... De megbüntették, ugye? Aszfaltot, de hogy büntették? Nem, megköszönték neki. Mert hogy az ottani útkezelőnek, aha, vagy akinek ez a dolga lenne, amúgy is éppen elég melója van, és megköszönték neki, hogy ilyen jó állampolgárként így kézbe vette a dolgokat, és aztán... Hát de te más aszfaltját aszfaltozott, haló. De az sosem baj. Nem. Hát, azt lehet, azért nem szólnak. Nem lehet tudni. Feri. Hát azért nem szólnak. Ő csak kátyukat aszfaltozott. A kátyú meg senki. Igen. Nem más menyecskét aszfaltoztad, érted? De ott foltozgattad. Konkrétan utána járt a gyártási technológia, el kellett annak, hogy hogy kell ezt az egészet készíteni, kikölcsönzött magának egy gépet, aztán elment valahova, talán pont ehhez az útkezelőhöz, és ilyen már korábban felmart aszfaltot vásárolt tömőanyagnak, és az egészet full profi megcsinálta. Mindenki nagyon köszönte, tapsoltak neki, jól érezték tőle. És szóltak még, hogy a városban igen, hány még van 30 kilométer, aminek esetleg megszaladhatnak, hogyha venne ki szabadságot fizetés nélkül. Na, kedv van gyerekek, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a Biulink. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Sziasztok, srácok! Ez a fiatalember, ez volt is nálunk adásban. Telefonon meg is szólítottuk. Mm-hmm. Tele lett a hócipője azzal, hogy írja a leveleket, hogy telefonálgat mindenkinek, aztán fogta a lapátot, és megcsinálta maga az ügyet. Igen, és a kátyúzik ezzel, tényleg emlékszem. Emlékszem én is. Na, mi is és néha rálátok a Jani milyen oldalakat nyit, mert megint időről pornó. Időre mondjuk a Bódi Szilvinek a oldalát. Csak egy régi kép, még nem sütött ki a nap, és gondoltam valamivel túlgondolom magát. És azt látom, hogy ez iszonyú jó kép, persze, de hogy így néha ránézel ezeknek a nőknek az oldalára. Hogy én itt a néhát erős túlzásnak értem, és hogy nem elég kifejező, azt gondolom. Csak. De nézd, hát ki ettől, ki attól, én tőzsdehíreket nézek a portfólión, mert imádom, János csöcsökvárok krémesek oldalakat böngészet, mindenkinek megvan az, ami őt beindítja egy kicsit reggel, megnyitunk különböző oldalakat, tényleg okoz egy kis vérbőséget, illetve egy kis vértesdülést, valahogy föl kell ébredni. A dollár. Jó. Amíg várom, hogy jelen elmondja pénteken, hogy lesz kamatemelés, vagy nem a Fednél, mert akkor hallod erősödik, vagy gyengül a dollár. Én erre játszom, spekulálok. Ahogy látja, hogy 5 perc múlva megszólal, Mário Draghi már feszeng a gatyájában. Gyerekek, hogy tőzsde olyan, mint a kábítószer, így értek el. Nagyon, nagyon durva rá lehet tekeredni, lenne már péntek. De ha ránézel erre a képre, hogy mi lesz. Igen? Tőletek egy kicsit jobb napod lesz? Jobb. Igen. De nem mondtad, hogy a csajoknak egyébként nincs ilyen, hogy oké, isztok egy kávét, de hogy valamit te is mondjuk betöltesz, ránézel, megnézel egy videót, tehát biztos a nőknek is van egy ilyen, nem azt mondom, hogy szellemi táplálék, mert az nem az, de egy ilyen testi táplálék, amitől egy kicsit úgy beindulsz reggel. Néztek-e Ferinek mesztele, is vannak hapsika. Oldalai, nekem na. Is vannak oldalai, mindenki megnyit egy-két oldalt. Mondjuk Bajer Zsoltnak a blogja is megvan, hogy nekem, tehát egészen szélsőséges dolgok. Sok mindent olvasunk, sok mindent látunk mi itt reggel. Egyébként, igen. Néha az ilyen szülős, nem tudom miért, a szülős videókra. Na, látod? Tehát most nem kell, hogy szex legyen. Nem tudom miért. Szülős videó. Igen, tehát amikor azt látod, hogy például otthon szül egy anyuka. Nem tudom, egy picit meghatom. Ahogy látom a placentát, egyből jobban kell távolodni. Nem. Általában akik otthon szülnek, az ez a tapéta, nem is rossz. Mond. Otthon medencében szépen felveszik ezt az egész jelenetet egyébként nagyon meghitt körülmények között, és akkor utána összevágják, és egy nagyon szép kis videót csinálnak belőle, és akkor én ezeket néha meg szoktam nézni. Sose értem a szülős videókat, nem értem, hogy jönnek a rokonok, és akkor megfogjátok egymás kezét, és megnézitek mama blendéjét közelről, hogy nézd, kint van a feje. Nem látod mama blendéjét, mert azt látod, tehát felülről látod, meg szépen van komponálva, meg nem az a lényeg, hogy bemeríti a kamerát a víz alá. Azért értem, de persze, nagy dolog, amikor megszületik. Tehát engem is megvan, hogy Viki császárra született, hogy a gyereket kiemelik, de valahogy fura, nem? Az, hogy felsír, az helyzsük a dokiot mondja, hogy na... Hát, felszeretem a friss zserbolt, pedig nézzük meg, hogy született a kis Zsófika. Mindjárt kim van. Nézd, hogy ha az életnek vannak nagy pillanatai, akkor ez
Ez az? Kivételesen nagy pillanat. De intim igen. pillanat, hát, de hát ez nem tartozik. Nyilvánvalóan nem, nem. Ja, de hát persze, ne, kiteszed hát az internetre. Fölteszed a netre, azért az nem, igen, az erős több, mint egy laza megosztás a rokonok között egy e-mailben. Szóval én szeretek néha egy kicsit így meghatódni. Szeretem az ilyen videókat, szeretem azt, amikor szegény gyerekek győznek, amikor elesettek győznek, szóval én szeretem az ilyen nagy heroikus videókat. Aha, tehát te ezt nézed meg. Elérzékenyülni rajta, igen. De ez jó. Filmesztelen pasikat nem szoktam nézegetni. És erre gondoltam, szerintem a csajok, igen, Jani se. Szerintem a csajok nem effektíve képeket nézegetnek, egy pasi attól beindul egy kicsit, mert hogy ugye nem is az, hogy beindul, hanem úgy érzi, hogy van értelme. Hát, érted, a tavaszt meg a nyarat is azért várjuk, mert akkor minél kevesebb ruhadarab lesz a hölgyeken, és ez nekünk ez jó tesz. Egyszerűen jobb érzésünk lesz tőle, érted? Télen, mit itt érted, mászkának, nagy kalában, sarkában, 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 csizmában, sarkában, érted, hát az kinek jó. Tűzmelegítő muffba. Srácok, egy hét van hátra a nyári szünet. Na, kezdődik az iskola, tényleg. És ennek most örülsz, vagy? Kiszámoltam, 185 ezer forintot költöttünk arra, hogy a gyerekeket táboroztassuk ezen a nyáron. Ára van annak az ember, nem akarja, hogy a gyerek otthon legyen. Gyakorlatilag az egész szezonban a plusz munkákat, a cikkeket és egyebeket azért írtam, hogy a gyerekeket nyáron el. És még ebédet nem is fizettetek neki. Most ugye írták, hogy akkor megpróbálják majd ezt a szünetet valahogy lecsapni, tehát két hetet leszednek róla, és átteszik majd a tavaszi meg az őszi szünet végére. Tehát azzal se vagy beljebb. Mert ott mit csinálsz a gyerekkel? Egyrészt szakad az eső, nem tudod kicsapni a térre. Másrészt pedig... Ugye, nem tudod kicsapni a bakásra, sluszkulcsa, lakáskulcsa a nyakába. Másrészt pedig nyáron eloszlik ugye a szabadságok idejét az alatt, 10 hét alatt, az alatt, az egy hét alatt, meg mindenki ki akarja már venni, mert hogy otthon kell vigyázni a gyerekekre, tehát hogy ez egy totál rossz megoldás. Hát, de csomó országban így tőlünk nyugatra, most nem például az esképpen, de pontosan így működik, hogy sokkal rövidebb a nyári szünet, és hosszabb a tél, meg a igen, ez ugye tavasz. Azért van többek között, mert az iskolák jobban felszereltek. Klimatizációs berendezése, és a gyerek ott júniusban, és még tud koncentrálni, ugye itt berakod őket ide valamelyik általánosba, és a 43 fokban július elén a gyerek így balra kidől, tudhatna már másik jobbra. Igen, tehát nem tudnak koncentrálni, a németeknél például sokkal rövidebb a nyári szünet. Egyébként szerintem egy jó rendszer, most utáltatom meg magam minden 4 plusz 18 igen. között mindenkivel, de jobb rendszer effektíve, és kevesebb időt kell megoldani a szülőnek is. Viszont nem annyira zaklatott évközben a tanrend, meg nem annyira sűrű el egy. De értem, hogy itt nyáron kevesebbet kell megoldani, de azt meg kell oldanod ősszel, a téli szünetben is, meg kell meg a tavasziban is, érted? Tehát nem lesz úgy effektíve, hogy nem kell több napot tanuljanak, csak azt, amit innen nyárból elvesznek, azt szétpakolják a másik háromra. És akkor ott mit fogsz csinálni? Amikor tavasszal, most például az lesz, vagy most az őszi szünet úgy lesz, hogy ugye 23-ás hosszú hétvége belesik, meg még egy hét, ott most nem ennyi lesz, hanem két hét. Akkor mit csinálsz? Ugyanúgy ki fogsz venni szabadságot. Nem? Őszi szünet van az iskolában? Igen. Tavaszi szünet. Te végig szünet dolgozni. Hát nem megy iskolába. Sí szünet is lesz. Óvodában marad. Nem ott nincs ilyen. Fog. Nem megy sehova a gyerek. Megbuktatjuk, elmeszeljük, még egy évet óvodában marad. Tudom, persze, nyilván, hát ezt majd meg kell oldani. A nagy szakkör lesz. Aj, bizony. Mielőtt rátérnék a témámra, képzeljétek el. Na. Mert hogy egyébként erről már így volt szó, csak ti mindig a... Közelebb, csak akkor nem figyeltél. Mi van? Mi történt? Úgy, na, mert nem hallod, mert nincs rajtad füles. Nem, te vagy távolabb. Távolabb vagy, nincs rajtad füles. Nem voltam ennyire távol, de akkor közelebb megyek. Úgy, nagyon jó. Halk is voltál. Igen. Szóval, hogy képzeljétek el, a kislányom a Lidi elém állt azzal, hogy intézzem már el, hogy ő szeretne egy szépségversenyen indulni. Aja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 j
anyukák, akik zsíros hajúak és 200 kilóak és susogósba szaladnak, és tolják előre a gyereket. Ez a Balázs, igen, a Balázs mindig. Hogy minden gyerek, aki... Ezt én mondtam, akkor jogos. Hogy minden gyerek, aki ilyenen indul, azt az anyuka tolja. De mi van akkor, amikor a gyerek jelenik meg ezzel? De az igazság, hogy nálunk a Lidi az 22 körrel csajosabb, mint amilyen csajos én bármikor voltam. Ő állandóan próbálgatja az én magas sarkú cipőmet, szeretné, hogyha kifestenék. Tehát ő benne zsizseg ez a nőiesség. Tiszta apja. Ugye? Igen, illegeti magát a tükörölt egy magas sarkukon. Akár csak én. De közben meg nyilván, tehát nem egy üres edény, hát tele van a lelke szépséggel, egy jó kedélyű kislány, egy okos kislány,
egy udvarias kislány, tehát hogy nem egy butuska kislány, akinek nincsen más eszköz a kezében, csak a szépség, de hogy ő most ezt így kitalálta, hogy akkor ő szépségverseny. És mi van a gyerek kitalálja? Hány dolgot találtunk így gyerekkorunkban, amire szüleink azt mondták, hogy nem. És aztán kész volt a dolog. De az a kérdés, hogy mi a baj, hogyha egy kislány szeretné a pomádét? Valahonnan ezt elleste, érted? Van egy olyan osztálytársa, aki már volt szépségversenyen, akit az anyja, aki hogy néz ki, kövér, pattanás. Miért mutogatsz rám? Ja, hogy mert én mondtam. Nem csak megállapítottam, hogy általában a gyerek szépségversenyen ronda szülők vannak. Na, hát ez is sajnos. Érted, az osztálytársát. Ezt nevedd magadra. Ott a helyem. Feltűnően ronda gyerekek versengenek még rondabb szülőkkel. Tényleg, és a szülő mindenféle a saját életén átélt kudarcot belenyom a gyerekbe, hogy én nem vagyok szép, majd ez szép leszek, majd ez szép. Ez a szegény gyerek annyira ronda szintén, hogy sose lesz szép, csak az anyja erőltetése a függöny mögött. Húzd ki magad, karcsika, vagy nem karcsika. Húzd ki magad, Katika, érted? Szóval szörnyű. Ne, mondd neki nemet, Júlia, mondd azt, hogy nem indítsz. De miért mondanék neki nemet? Akkor nem mondj nemet. Az a kérdésem, hogy mi szól ellene igazán, hogyha minden. Egy kislány tök egészséges értékrenddel minden. Van megáldva, és otthon mert van nem már... egészséges értékrend, az, hogy kiteszed a gyerekedet, a sminkeled, öltöztetett, stresszeled. De csak én nem stresszelem, hát stresszelem. Fogod, de te is stresszelni nem, fogod? Nem, ha ezt hát... ki akarja próbálni, akkor menjen el, én nem fogom kifesteni, egyébként nem is kell kifesteni. De ott kifogják. Az amerikai szépségversenyeken, igen. Na ezt akartam kérdezni, csak ilyen személyfesték és műszempillás, vagy egy diadém. Nem. Az, ami iszonyatosan nagy nyilvánosságot kapott az egyik csatornán, és ami aztán utána mindenki szívéhez kapott, és innentől kezdve minden magyar szépségverseny ez volt, ami Amerikában volt, az csak egy nagyon felső réteg. Tehát Magyarországon ez nem divat, hogy 200 000 forintért varratnak felvonuló ruhát a kislányoknak. Hát leginkább az tényleg az van, hogy kimegy a kis fürdőruha, a kis nyári ruhájával. A nyári kis ruhácskájában. És erüljön Bajer Zsolt. Komolyan mondom, hogy mi történik ebben az országban, de tényleg. Figyelj ide, azért nem menjen. Ne, Zsolti. Azért nem menjen, mert mi van nem nyer. Például, csak tételezzük fel, akkor nem nyer. Az ad egy olyan, adhat, nem biztos, hogy ad. Egy olyan téves, hibás önértékelést a gyereknek, hogy elindul hárman egyiket csinálni meg, hogy azt gondolja magára, hogy nem vagyok elég szép, meg nem vagyok, meg hát nálam akkor... szebb. Tehát én szerintem a fülöknek arra kell törekedni, hogy a felnővést, meg a nővévállás, inkább a nővévállás, mert előbb érnek, mint a pasik, minél jobban lassítsák, és minél jobban elhúzzák azt a fokozatot, azt a stádiumot, az állapotot, amikor a gyerek valójában gyerek. Ezek a megmérettetések, ezek nem biztos, hogy jó irányba viszik a gyerek önértékelését, önbizalmát, önképét, nővé válását, szóval, hogy szerintem ennek az íg egy adta világon semmi értelme, ráadásul tényleg nem nyer, akkor a gyerek fölfoghatja úgy, hogy nem vagyok szép, nem vagyok elég, nem tudom milyen. Kvázi tulajdonképpen szépen megágyazol neki azzal, hogy tönkreteszed azt az önértékelést, ami most még benne van. Uh-huh. Ezek a fajta versenyhelyzetek teljesen fölöslegesek egy gyereknek. Szerintem a sport rendben van, de... De ott is van veszítesz, meg nyersz. De azért az sok mindenre tanít szerintem. Az arra tanít meg, hogy értékből nyerj, vagy veszíts. Nekem a bajom ezzel az, hogy azt teszed értékes, hogy te szép vagy, tehát majd a csúnya ember neked nem lesz olyan értékes. Szerintem a versengéssel semmi baj nincs. De ezzel a versengéssel van. Én látom, hogy a sporttal nincs, de szerintem ezzel igen. Szóval, hogy ez nem ad a gyerek személyiségbe. Ráadásul ott körbeudvarolják, ebbe-abba öltözik, hamarabb válik nővé. És szóval... nem minden kislánynak ez a vágya, hogy körbeudvarolják, hogy egy pár napra hercegnő legyen. De Júli, hát azért ez a de vágya. Tehát, agyon hogy... van udvarolva, nem erről van szó. De nem értetted, hogy itt nem arról van szó, hogy én szeretném, hogy a kislány ott legyen. És ott de most kicsit úgy érzem, megkérdeztél valamiről, és nem azt mondjuk, amit hallani akarsz, és most kiborultál. Igen, tehát most kicsit kiborultál, hogy melyik hülyék vagytok, fiúk, mert nem azt mondjátok, amit hallani akartok, és nem az irányba erősítetek meg egyébként, hogy már pedig mi a szépség. Nem fogom elvinni. Csak, csak az a fura, hogy ti ebből a szemszögből sosem vizsgáljátok a dolgokat. Nektek mindig az van, hogy van egy anya, aki be van feszülve, és rohadtul szeretné, hogy az, ami neki sohasem jött össze, az a gyerek. Most sarkítunk, de ez a műsor arról szól, hogy kikarikírozunk helyzeteket. Én nem ezt gondolom, el lehet vinni, csak szerintem fölösleges. Tehát mit ad a gyereknek egyébként? Mitől lesz ő több, hogy végigvonul egyébként, megméretteti magát, és ha ott sérül, és ha jó, lehet, hogy jól sül el, de ha nem... Hmm. Akkor meg utána egy hétig azt szólod, mert hogy anya, nem vagyok elég szép, nem nyertem semmit, kell az neked egyébként, és utána meg helyre pakolod az önértékelését, vagy az önbizalmát. Szóval, hogy én nem tudom, szerintem erre semmi szükség. Inkább keresd meg azt, hogy mi miatt kell neki ez a sikerélmény, ez a fajta sikerélmény. Lehet, hogy valamit kompenzálni akar. Lehet, hogy valamilyen területen nem kap elég visszajelzést.
Jó, megvizsgálom. Megdicsérted például, mit tudom, hogy hullahopp karikázik? Folyamatosan kapja. Nem is tud hullahopp karikázni. Nyilván barom sok miluk az, hogy a szülő hogy küldi fel a színpadra tényleg. Igen. Tehát a kislányom meg kell nyerenne egyébként, egy hétig nincsen semmi, karácsony, születésnap, névnap, felejtsd el, akkor az nagy bassz, hogy kisem akarsz, menj el, tud, hogy ez miről szól, és ad egy olyan tanácsot, amivel a kislány nem veszik komolyan, lehet puhítani csak rajta. Is de csak is illet, sok múlik valójában a szülő hozzáállásán, de szerintem ezek teljesen. Vagy iratkozz le a Facebook oldaláról, és akkor kevesebb ilyen jellegű hírt kaptok. Igen, minek? Hát nem attól jó, persze, ettől nem válik felnőtté, de hogy nem addig jó, amíg gyerek, amíg nem akarja sminkelni magát, amíg nem látod azokat a női jegyeket kibontakozni, amitől már egy kicsit megijedsz, hogy úristen, de kár, elkezdett hát kamaszodni. Szóval, ma reggel hogy... vittem táborba a Lidust. Már megint? Sporttáborba vittem. Konkrétan ti tartjátok el a négy legnagyobb magyar tábort. Igen, vittem a harmadik táborba két hét alatt. Sporttáborba vittem, és a kocsiban reggel megkérdezte tőlem, hogy anyu, szerinted jövő nyáron hogy állna nekem a vörös haj? hogy állna nekem a vörös haj? Hát mondom, nem tudom, hogy állna nekem a neked a vörös haj. Hogy jövő nyáron befestheti-e a haját? Hány éves? Vörösre. Hány éves? Mondom, mi van? Hány éves? 8 óra. 8. 8 óra? Már nyolc éves, tehát hogy 9 évesen, és mondta neki Lidus, ne, tehát ezt ne szórakozzunk, ez hogy jut eszedbe? Hát csak úgy eszembe jutott. Figyelj, nyilván ezt látják, nagyon sok inger, a környezet tök más, mint amikor mi gyerekek voltunk, tehát akkor még a 14 éves lányok még fiatalabbnak néztek ki, ma egy 10 éves már úgy néz ki, mint egy 16 éves. Ezt lassítani kell, amíg lehet, szerintem. Na. Más. Nem akarnak untatni. Hogy elment az idő? Igen, hogy elment az idő? Ez csak egy fél kérdés lett volna, csak aztán hosszabbra nyúlt, mint gondoltam. Olvastátok a világ legféltékenyebb pasiának az SMS-ét? Nem, ezt nem jutott hozzám. Bele? Ez egy páros szó. Megint egy családi sztori? Nem. Igen, fontosan családi történetekből építkezeljük. Internetre került ki, és nyilván a csaj tette ki, és valószínű, hogy ezek után nem valószínű, hogy hazament a párjához. Ez egy egyetemista pár, a pár két tagja két különböző egyetemre ment, és mikor a lány elutazott, akkor a pasi küldött neki egy ilyen SMS-t, ami azzal indul, hogy no boys, no drinking. És ezt háromszor egymás után, tehát semmi piálás, semmi pasizás. Elég erős. Balázsok is mindig ezt írja a Viki. Ozor előtt. De nem tartja be. A piát még csak. Azt meg tudom állni. Viszont ha látok egy kerek férfi popsit, akkor beindulok. Automatikusan a levél szemét. És akkor azzal folytatja, hogy legyen a lány ügyes, viselkedjen jól, és hogy neki különben is elég nehéz ez az egész helyzet, mert hogy ő annyira jó ember, hogy ő sosem jár el bulizni. És azzal folytatja, hogy ha írok neked, te válaszolsz. Egy buli sem lehet nálam fontosabb. Jobb, ha figyelsz, hogy mit csinálsz, semmit se tegyél, ami tönkreteheti a köztünk lévő dolgokat. Tudom, hogy nem fogsz, de nem állt egy kis emlékeztető. És utána még egy SMS rá, hogy és este felhívsz engem, és mindenről részletesen beszámolsz. És ez egy pasi írta egy csajnak? Ezt egy pasi írta egy csajnak, igen. Nyilván az a csaj, aki ezek után hazamegy ehhez a pasihoz, az megérdemli ezt a pasit. De hogy Hevesi Krisztának valahol hallottam egy gondolatát, ugye egy szexuálpszichológus. Kösz. Hát, a valaki még nem hallotta. De tudom, csak hűlök. Mindjárt kicsire. Szóval, hogyha azt mondjuk, hogy a szerelem érték, akkor az az érzés, ami félti ezt a bizonyos értéket, akkor az maga is érték, nem? Hú, de messziről én írja az akár. Most főjövő fel már adrás, mert ezzel nem tudok mit csinálni. Az iskolája. Na még egyszer. Mindig voltak. Mi van? Mindig ki vagyunk akadva arra, hogy féltékenység mekkora métej. De ha elfogadjuk, hogy a szerelem érték, és hogyha azt az érzést vizsgáljuk, amelyik ezt a bizonyos értéket félti. Jaj, agyrák! A féltékenységet. Félti a szerelmet. A féltékenység. És őrzi. Ő a féltékenység. Nem, őrzi a szerelmet. Igen. Akkor ennek az érzésnek van létjogosultsága, és akkor ez nem rossz dolog. De hát az kinyírja a féltékenység a szerelmet, nem van. Őrzi. Tesó, meg vagyok, tesó. Megfájdult a féltékenységből. Ahogy ilyen, folyik a nyálam, annyira figyelek. Tudtam, hogy tetszett. Szóval,
Na már itt is a reklám. Jó, látom, erre nem fűztetek rá, akkor mondom tovább, hogy mit várj. A válaszom attól függ. Egy határozott talán. Gondoltam, hogy itt erre reagáltok valamit, de akkor mondom tovább. Képzeljétek el, hogy van egy olyan applikáció, amit rátelepíthetsz a másiknak a telefonjára, és akkor pontosan látod azt, hogy a másik merre jár. Sziasztok, köszönöm, ennyi volt. Igen, mondd, hogy... Tehát, hogy rátelepítheted a másiknak a telefonjára, és pontosan látod, hogy a másik éppen hol van, sőt, akár még a csetelésébe, illetve az SMS-eibe is belenézhetsz. És úgy képzeljétek el... Na, ennek viszont mondjad a nevét. És úgy képzeljétek el, hogy az egyik barátnőm től a férje, vagy a párja megkérdezte, hogy telepítheti-e ezt az alkalmazást a telefonjára. És a barátnő megengedte neki ezt. Mert azt mondta, hogy nekik nincsen mit titkolniuk egymás előtt, és hát tulajdonképpen... És a barátja is telepített a saját magának, és a csaj is látja. Fogalmam sincs, én ezt nem kérdeztem. Hát. Az a lényeg, hogy a pasi megkérdezte, hogy ráteheti ilyet, tehát nem súskus titokban ment ez az egész, de hogy nekik ők nyílt kártyákkal játszanak, nem tervezik megcsalni egymást, és tulajdonképpen ezt vetette föl, hogy aki az ilyesmit nem engedi, az számol azzal a lehetőséggel, hogy ő félre fog lépni. Ergo, tehát ezek az applikációk és ezek a fajta szabályok, vagy feltételezések csak azoknak fájnak, akiknek ott van a pakliban az, hogy igen, én jövő héten, vagy jövő hét utáni héten, ha esetleg valaki szembe jön, akkor én lehet, hogy megcsallak téged. Hát ez egy nehéz kérdés. Ez egy nehéz kérdés, igazából. Ha úgy indulsz, és ez tök nincs jó, elfogadod azt, azt, hogy ma már tök normális dolog az, hogy házassági szerződést iratsz, mielőtt belevágsz egy házasságba. Tehát valami olyasmire készülsz, ami elvileg nem történik meg, de ez egy biztosíték. Akkor miért probléma az, hogy mondjuk ott van a telefonomon egy ilyen applikáció? Hiszen senkit se bánt, én nem lépek félre, akkor engem miért zavar? Mondjuk a két dolog között az a különbség, hogy a házassági szerződés az biztosíték arra, hogy az anyagi javak tekintetében nem fogsz majd... Tehát az nem az érzelmek, akkor az is egy olyan dologra meg az érzelmek, meg az igazság. Akkor is egy olyan dologra készülsz, egy kapcsolat végére. Itt meg így nem tudsz az zavarosban halászni. Hát ez a bizalom meg a hit hiánya a másikban. Én szerintem azért nincs általános igazság, mert mindenki máshogy éli meg ezt a fajta programtelepítést. Tehát van, aki azt mondja, mint a barátnőt, hogy neki nincs félnivalója, és természetesen tök jó érzés, hogy a kedvese látja, tudja, hogy hol van. Valaki azt mondja, hogy szintén nincs félnivalója, de rosszul esik, hogy feltelepíted, mert ez azt gyanítja, hogy mondjuk nem bízol bennem, nekem is van egy személyes intim szférám, nem foglak megcsalni, de ha ez a program kell, hogy elhidd, akkor már a fene megette az egészet. Tehát szerintem itt nincs exakt olyan válasz, hogy ez jó vagy nem. Kérdés, hogy kinek mi fér bele, vagy kinél hol kezdődik az a határ, amit meghúz egy párkapcsolatban, vagy azt mondja, hogy na ezt már nem. De nem feltétlenül azért, mert meg akarlak csalni, vagy megfoglak, hanem mert ne jussunk el odáig, hogy programot telepítünk, mert ha te programot telepítesz, akkor te azt mondd rám, ha nem engedem, hogy tilos bejárok, én meg azt mondom, hogy egy paranoiás hülye vagy, akinek meg szükség van erre a programra, hogy be legyél biztosítva. Szóval nincsenek szerintem nagy igazságok, mert mindenki máshogy éli meg. Neked miért kell a program, ha megbízol bennem? Kérdezném én vissza egyébként, nem? Kicsim, csak felteszem a programot. Hogy hát akkor tegyél rendet magadba, ha te ilyen programot akarsz rám telepíteni, mert akkor veled van a baj. Nem biztos, hogy azzal van a baj, aki azt mondja, hogy ne tegyél rám föl programot. Ahol két pár meg azt mondja, hogy persze tegyük föl, mert láthatjuk egymást, szeretjük egymást, és nincs titok, az is jó. Tehát, hogy kinek mi fér bele egy párkapcsolatba, szerintem azért ez nagyon más. Van, akinek ez akár rosszul is eshet, és nem azért, mert szeretője van, hanem mert azt mondja, hogy életem, ne jussunk már el idáig, nem? Hogyha telepítenék... Nyilván a Viki most fura lenne, hogyha eléd állna. Nekem kicsit fájna, ha idáig jutnánk. Tehát én azt érezném, hogy ennél mélyebb a mi kapcsolatunk, vagy erre nincs szükség. Úgyhogy ki is kapcsolom ezt a programot. De fura lenne, ráadásul 10 év után, tehát hogy amikor megismered és azt mondja, hogy tedd föl, az egy tök más dolog. Mert de most ennyi idő után... Akkor kimenekülsz, vagy azt mondod, hogy persze felteszem. Tehát ez mindenki tényleg a saját vérmérsékletéhez képest éli meg. 10 év után én lehet aztán, hogy most idáig jutottunk, hogy most már programot telepítünk. Ez a telefonom. Jó, hát ez egyik nem volt program, akkor elég volt, hogyha ráállítottam az anyját. Figyelj, mamát nem tudtam lerázni. Úgy jött utánam 120-szal is. Hikomattyával az M7-esen nem tudtam lerázni. Két lyukkal egy szabadföld mögött. Egy nagy szivar, aki egy szabadföld mögött, a mama úgy tepert az M7-esen, hogy csak taksonynál tudtam. Lepségnél, hogy tudtam. Zavádiba tudtam lerázni. Szóval szerintem a féltékenység is egy olyan dolog, hogy nincs ebben egy mérce, hogy kinek mi fér bele. Vannak nők, akiknek jól esik, ha a pasiuk féltékeny. Vannak pasik, akik hidegrázást kapnak attól, hogy a nő a féltékenység jeleit mutatja, és elmenekülnek. Szóval szerintem ez pont egy olyan, amiben nem tudod elmondani, hogy na ez vagy az igaz. Nem? Szerintem, amit pont mondtál az imént, hogy 10 év után, hogyha eléd áll. Én azt gondolom, hogy
akkor tájt lehet létjogosultsága egy ilyen jellegű programnak, ha az elején rögtön bedobod, ott már régen rossz. Tíz év után? Igen. Inkább tíz év után tennéd fel ezt a programot? Szerintem tíz év után jelenhet meg egy ilyen fajta igény, hogy figyelj ide, azt gondolom, hogy mi már túl régóta ismerjük egymást. Azt részben meghalt kicsit, nem? Szóval annak nagyjából nem azt mondom, hogy ott a vége, de amikor ez a fajta paranoid őrület elindul, hogy neked programot kell telepíteni a párod telefonjára, akkor azt már úgy elkezdte megenni a fene. Nem? Mert akkor onnantól kezdve jön a gyanú, a bizalmatlanság, látni akarod, csekkolod, hol van, magyarázatra kényszeríted, és az egészben lesz egy ilyen tényleg masszív paranoiás őrület, aminek az a vége, hogy valószínűleg szétmentek. Szóval ezen gondolkozol? Hogy telepítsek el? Már fel van. Mondd a program nevét. Elég gyakran zuhanyzik a Miró, csak fölöm mindig csak olyan SMS-ek kap, hogy Miró még 300 litert a kannásból augusztus 20-ai telt házunk lesz. És szerintem a féltekenység is tök más, hogy élik meg a pasik, tök más, hogy a nők. Ez is egyfajta ilyen biológiai kódolás, hogy egy pasi szerintem kevésbé szereti érezni azt, hogy a nője féltékeny, mert úgy érzi, hogy akkor birtokolják. Egy nőnek szerintem tud imponálni, hogyha ránéznek a feleségedre, akkor te óriás fejjel ülsz az autóban, mérgelődsz, mert akkor a csaj azt érzi, hogy egy kicsit tüzes, van benne féltékenység, fontos vagyok neki. Vannak pasik, akik ettől a hideg rázza, hogy féltékeny barátnőjük vagy feleségük legyen. Tehát más szerintem. Nem? Egy nőnél vagy egy férfinál a féltékenység megítélése is. Hát meg egyébként de nem jó visszaigazolás, hogyha azt látod, hogy más férfi vagy nő is legyeskedik. Figyelj, vannak pasik, akiket ez izgat, és akinek ez tetszik, hogy bejön másnak a felesége, van, aki meg mindenkit le akar ütni, hogy ránéztél a feleségére, mert megöllek, ami szintén ilyen gyatra magatartás, mert miért? Tök jó, hogy jó a csajod, és megnézik, nem? De én ismerek pasikat, akik konkrétan nem bírják elviselni egyetlenben, megnézik a barátnőjüket, és minden percben mindig verekedni akarnak, nem? Komoly önértékelési zavar ez is, de ti mindig le akarnak valakit verni, aki ránézett a barátnőjükre. Csak azért úgyhogy... volt valam, mert nekem egyébként teljesen irreális az, vagy én nem tudom elképzelni azt, hogy az én telefonomra ilyesmi kerüljön, vagy hogy én a Miró telefonjára ilyesmit feltegyek. De amikor láttam ezt az alkalmazást, és amikor ez a nő beszélt nekem erről, hogy neki rajta van, és ő tudja, hogy őt a férje bármikor ránézhet, a barátja bármikor ránézhet, akkor annyira racionális és teljesen tiszta volt ez a képlet, hogy tulajdonképpen semmi fogást nem találtam rajta. Szerintem van baj vele, én találok benne. Szerintem igenis egy párkapcsolat arról szól, egyrészt maga a bizalom, kettő, hogy igenis ne legyél annyira önképzavaros vagy bizalmatlan, hogy elgondolkozzál azon, hogy ha a párodnak vagy a feleségednek van egy személyes élettere, és te éppen az adott pillanatban nem tudod, hogy hol van, akkor egyből azt gondolod, hogy valamit csinál, akkor veled van a baj, nem? És a te önképeddel. Miért ne lehetne egy személyes intim terem, miért ne mehetne ide-oda, anélkül, hogy te folyamatosan csekkolnád? Szóval, hogy erre miért rá akarsz nézni, hogy hol van? Mi hazajön, és nem hiszed, elmondjak, nem hiszed el neki, csak kell a program. Tehát ez már mindegyfajta megerősítés a saját bizonytalanságodban, bizalmatlanságodban. Hát főleg azért logikailag a dolog. Ez egy beteg dolog szerintem. Mert azt mondod, hogy akkor hiszem, akkor bízom benned, illetve megbízom benned, hiszen te megengeded ezt a programot föltelepíteni, nyilván akkor nincs takargatni valód. Igen. Enélkül meg nem hiszed el, hogy nincs. Szerintem igen, egy jó kapcsolat az arra, hogy igen, legyen önálló perced, legyél valahol egyedül, legyenek olyan gondolataid, amit nem osztasz meg, legyenek olyan titkaid, ami még talán a férjedre sem tartozik, és hagyja a férjed, hogy legyenek olyan titkaid, legyen egy intim szférád, amiben ő nem akar belehatolni, és nem olvassa el, és nem nyúlkál a telefonodba, mert tudja, hogy ez a tiéd, és megbízik benned. Szóval ettől teljes szerintem egy párkapcsolat. Csak gondoltam. Na, hogy esetleg. Na, de most megtudtad. 5000 plusz áfát számlázzám, vagy leszámlázok neked a terápiáért. A programot meg hagyd a fenébe, szerintem. Én biztos, hogy nem fogok telepíteni ilyet, és nem is engedem, hogy az én telefonom ilyesmit. Nem hatásos. Júli, köszi. Na jól van, szervusztok. Jó voltál, életetted. Elajult. Elmondtad, amit kellett. Tényleg írnod kéne majd könyvet saját gondolatokkal is. Nézd, az ember követel hibákat. A második már olyan lesz. Igen. Rohadjál meg. Lehet, hogy azt nem vinnék ennyire, mint az első. A hármas ugrás játszunk már is egy hallgatónkkal. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Ákos vagyok. Hello, Ákos! Szia! Honnan hívtál minket, Ákos? Kecskemétről? Jaj, de jó vagy. Nem tudom, ezt most miért örültem meg ennek ennyire. Egy picit most a hódmezővásárhelyek megbántottak. Igen. Milyenek a kérdések, Jani? Nagyon-nagyon közepes. Közepes? Akkor hagyd szóljon. Ki ez a világhírű futó, aki mind a három legutóbbi olimpián három aranyérmet szerzett? Usain Bolt. Így van. Zseni. Menjünk tovább? Mehetünk, persze. Melyik századon uralkodott Magyarországon Mária Terézia?
1740-től 1780-ig, vagyis akkor a 18. században. Uh-huh. Meg kell, hogy dicsérjelek, mert hogy ez nekünk nincs itt, de ezt fejből tudom, hogy ez valóban így van. Hát, tessék. Napóra. 1740-től 1780-ig. Igen. Profi vagy. Jó vagy. Jó vagy évszámból? Abból is, igen. Abból is, de szeretnek. És mi a másik, a szerénység? Igen, az a harmadik, amiben nagyon jó vagyok. De tényleg ügyes vagy. De ennyire jó, ennyire vágod az évszámokat, tényleg? Nagyjából, igen, igen. Na tessék, aranybulla megújítása. Uh-huh. Ma magyar vagy az angol? Magyar. Yeah. De szép. Na, aha, nincs meg? Nem, ez a harmadik kérdés egyébként. Rossz gonyi csata? Noel születésnapja? Csak egy olyan nagyobb. Születésem éve? Oké, okay. Azt mondja, hogy jön a harmadik kérdés? Jöhet, igen. Melyik kontinensen őshonosak a tatuk? A tatu Dél-Amerikában. Jó, elfogadjuk. Észak és Dél-Amerika. Néhányan átkoborolnak Észak-Amerikába, ott is vannak, de visszatelevénk. Migráns tatuk. A mexikai öblőt átmásznak a kerítésen is. És ott vannak Észak-Amerikában, de Dél-Amerikában is vannak. Hát ez gyönyörű, hát komolyan. Nagyon jó vagy. Köszönöm szépen. Jók a kérdéseket, így könnyű. Jaj, ne mondd már. Szép meg kell igazadon. Ákos, gratulálunk, küldjük az ajándékcsomagot. Köszönöm szépen, oké, rendben. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Három. Szerintem még Vágó István is elégedetten csettintett a konyhában, miközben kevergette a három az egyben. Honnan tudod, hogy három az egyben? Három, de 10 lesz pontosan. 3 perc, hogy jövünk mindjárt. A nap legjobb pillanatait. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 van, pontosan szép reggelt mindenkinek. Sűsápon történt egy baleset, egy vonatbaleset, valakit elgázolt a vonat a Tesco-nál lévő vasúti átjáróban. Jaj, úgyhogy ott mindenképpen fennakadás lesz, reméljük nem komoly. Robert Károly körút szintén beállt, soha nem jutok el Óbudára. Írta nekünk Reni, valamint az M3-ason, hát nagyon nehéz. Nehéz a bejutás. Miért lehetne íz a bejutás? Hát valószínűleg visszatorlódik a Robert Károly körút. Csinálják? Vagy nem? Bevezetőn 7:45-től valaki még mindig nem jutott el a BVSC pályáig, tehát ott óriási dugó van. Dunakeszi Robert Károly körút M0 M3-as 1 óra. Még jó, hogy ti vagytok itt a Brigi. Na, hát akkor azt próbáljátok elkerülni, jó? Ha tudtok valamerre másmerre menjetek. Mi pedig mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Kaptunk egy SMS-t egy hallgatónktól, aki elmesélte nekünk SMS-ben, hogy a buszon ült, minket hallgatott, összekapt a szeme egy csinos lánnyal, 5-6 megállón keresztül mosolygott egymásra, hogy mosolyogtak egymásra, aztán amikor leszállt, ugye a hallgatónk zsepire írva odaadta a nevét és a telefonszámát a lánynak. Mi felhívtuk, kértük, hogy mesélje el az esetet, és utána arról beszélgettünk, hogy milyen jó ilyen történeteket hallani, amikor fiatalok így találnak egymásra, hogy hosszú ideig szemeznek a villamoson, buszon, és utána vagy lesz belőle randi, vagy nem. Kértünk meneteket, meséljétek el nekünk, ha nektek volt ilyen nagy találkozás, akkor az hogy végződött? Nagyon helyes SMS-eket kaptunk. Kicsit irigykedtünk, nem? Hát, azért ez jó, a fiatalságunkat idézte. Hát akinek igen. Volt mire irigykedni, mert ugye... Jó, hát János. Jó, hát most érted. Igen. Többször kapott zsebkendőt, mindig kibontotta, azt hitt a telefonszám van rajta, aztán rájöttem, csak megtréfáltam. Ott álltam zűrőg visszaváltó el. Szóval ez volt a témánk, valamint egy kínai férfiról beszélgettünk, aki várta, hogy a felesége megszűjjön egy kórház folyosóján, és hát aranyérbűtétet hajtottak rajta végre. Behívták itt szobába, felfektették egy asztalra, és ha már ott volt, megoperálták. Hittük is, meg nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ugye rengeteg hallgatói hozzászólás jött a témához, amiben azt írtátok meg nekünk, hogy rajtatok mit rontottak el. Egészen megdöbbentő SMS-eket kaptunk. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Kicsit kamuszagú volt a sztori, de akarjuk ezt, akarjuk. Nem? Igen. Yeah. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szavaztok. Milyen jól nevetett. Nagyon jó volt. Csak picit fura volt, hogy előadta ezt a minden pasi álmát, tudod, a lány meg az anyja, és mind a kettőn nagyon jól néznek ki. Na jó, de nem egyszerre volt meg neki, azért érted. Hát, senkinek sincs két farka felé. Hát, úgy érzem, kicsit bedobtuk a lovak közé a gyeplőt. Ja, már a lovakról. Igen. Csabi, mi újság?
nem jövök ki ebből a... Nem, sem a látában. Micsoda meglepetés, egy nap alatt nem lettél jobban, úgyhogy nem voltál orvos. Az a baj, hogy ezeket az antihisztamin jellegű dolgokat is már az allergia tüneteinek jelentkezése előtt tanácsos elkezdeni. A következő volt, amikor először ez kijött rajtam, akkor elmentem a gyógyszertárba, és azt mondtam, hogy adjanak valami gyógyszert, és azt mondták, hogy itt van ez, ebből egyet kell beszedni, és mondtam, de összesen? Tehát, hogy nekem olyat adjanak, hogy egyet beveszek, azt vége van. Hát ilyen, ezt még nem találták fel. Közben már nehéz. Igen. Ugye ez tulajdonképpen az antihisztamin az immunrendszeredet blokkolja kicsit, mert az allergia az egy ilyen eltúlzott immunreakció, és akkor leblokkolja az immunrendszeredet, kvázi nem fog folyni az orrod, meg könnyezni a szemed, de ha már közbe kezded el szedni, kevésbé hatásos. Mm. Tud az lenni, csak hosszabb ideig kell szedni. Bocs, hogy ez is értek. De jó, hogy nem kell hozzá értenem. Köszönöm, hogy értesz hozzá, és azt is, hogy megnyugtattál. Hát, hogy most már nem tehetek jó, semmit. De nincsen, nem tudok ilyet adni, akkor gyömrő jutan ott van, hogy Richter Gedon, menj be azt, nézé. Csapja az asztalra. Ez valami. Hozzanak most már össze. Hívjuk a nap hallgatóját már is. Na! Azt... Halló, morning show! Az bizony, hello, jó reggel! Na most mi? Halló! Hello! Jó reggelt, hello! Hello, fia, Pistol vagyok! Pisikém, zajlik az élet, hogy látom. Betörsz, vagy hozzátörnek be, éppen azért ugattak a kutyák? Te kérlek szépen, fölvegyek az oszlop tetején, és alattam csomó kívül, hogy éppen telefont javít. Ja, hogy tehát szerel szépen. És én kérdezni akartuk, hogy mivel fogy elfoglalva, hogy a kutya vette fel a telefon. Éppen... Leveszem a kihangosítót, de éppen a kollégám... Itt vagyok. Hol? Oszlop tetején még mindig. Na, mindjárt szerelsz? Ez nagyon szürális, de én szeretem. Javítunk, irányokat. Javítasz. Mindenhol bennünket hallgatnak. Ez milyen jó, hogy még ott vagyunk az oszlop tetején is egyébként a hallgatóink fülében. És alattad az a két pitbull, az rád vár, vagy... Hát nem pitbull, egyik az fél bígül, a másik akkor lehet, hogy ilyen tagasi korcs. Mikor a bígül az kevésbé veszélyes. Nem sértődöm meg, hogy két percenként átveszel hívás várakoztatásra. Feleség hív, azt föl kell menni, gyerekek, abból baj van. Nem, ugye lenyomja meg. Megvárja. Mikor esik le neki? Várja. Beszél, és nem tudja, hogy... Nem tudja, hogy megnyomta? Itt vagy? Itt vagyok. Honnan jöttél rá, hogy már nem vagyunk vonalban? De amúgy, hogy a fülemmel megnyomta az okostelefont, és átment a kollégához. Nagyon jó. Imádom az ilyen élethelyzeteket. Te vagy a naphallgatója, Pista. Na, köszönöm szépen. Végre. Csak szik ki velem, Balázs, nem mondd már, hallod? Komolyan mondom, ne szólj hozzám. Figyelj, Pista, írtál nekünk SMS-t ugye a kínai sztorinkhoz. Azt írtad nekünk, hogy még szerencse, hogy az olimpia nem Kínában volt, mert az orvosok nem győzték volna műteni a sok aranyérmest. Így van. Úristen. Jó, szerettük, te lettél a nap hallgatója. Köszönöm szépen. Jó. Ma még hány oszlop vár rád? Hány javítás? Remélem, hogy ez az egy. Hol vagy? Merre vagy egyébként? Csárdaszállás, vagy békés megyek. Csárdaszállás, de jó. Csárdaszállás, békés. Jó munkát akkor neked, Pistos. Nagyon szépen köszöntöm. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Mindig titeket hallgatok. Drága vagy. Köszönjük. Hello, hello. Ciao, ciao. Na jól van, Csabikám, milyen zenéi lesznek? Bon Jovi! Na! Ez az! 14. lemezét készíti, és ennek az előhírnöke a This House Is Not For Sale. Nagyon-nagyon sokan, nagyon sokat várunk a Bon Jovitól, nagyon sokan várják azt, hogy ugyanolyan legyen, mint a 80-as években, vagy a 90-es évek elején, nem lesz soha. Ez viszont ugye most már a második olyan lemez, ami Richie Sambora nélkül készül. Van egy új gitáros, a Phil X nevű, ilyen félig görög származású srác, mindenkivel zenért már együtt, aki ér és mozog. A, nem tudom, Avril Lavigne, Orianti, kiket mondtam még neked az előtt, jobban értesz hozzá. Feroxom, mit mondtad? Még. Igen, Alice Cooperrel is, a Tommy Lee-nek a szóló lemezein ő gitározott. Na minden, ő lett a Bon Jovi-nak az új gitárosa. Szerintem zseniális a dal. Tehát az új Bon Jovi az pont olyan, hogy jön a refrén, és bármelyik régebbi Bon Jovi dalt, refrénjét rá tudod énekelni. Akkor ez is biztos a Desmond Child írta. Igen, bármilyen. Ha ez olyan, mint a többi Bon Jovi, de akkor az biztos, hogy ezt mindenhol elsüti a csávó. Ebben nincs benne most a Desmond Child, az tényleg a zenekar írta. De nagyon jó, tehát ezt ajánlom neki. Hallgass, nagyon jó, California halszagú ez. Csabikám, remek munkát kívánok én neked. Köszönöm szépen. Ja, és na, folytatódik a Klassz nyár 2015. Ez az utolsó hét. Csúrantottam, hogy megijedtem. Hát Chili Peppers koncertre lehet belépőket nyerni. Az mondjuk nem csak rossz. Mondom. Az jó. Hm. Jön a Red Hat ide, vagy a hallgató igen, megy oda? Nem, ide jön. Hát jön ide. Jön a Red Hat? Bizony. Aréna.
Antoni Kieris kiengedték a kórházból, mert komoly betegsége volt. Na, akkor meggyógyult. Lehet, hogy nem jön, de... Nem mondta a bécsi koncertet, vagy amit lemondott, a kórházba került egy pár hónappal ezelőtt. És dupla koncert lesz. Ugyanígy elmondtam, és ugyanígy nem akartátok elhinni. Aha. Pillanatok alatt elfogytak a jegyek, dupla koncert lesz, mi az egyikre adunk. Nagyon jó. És ő is csak 40 percre jön, mint Rihanna? Mármint a zenekar? Ezt már egyszer eljátszotta itt Budapesten a Red Hat, remélem idén nem fogja. Na jó, Csabikám, jó munkát. 555-55-00 a telefonszám, mi pedig holnap 6-kor érkezünk. Szevasztok! Hello! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.